Bizony éppen ideje, hogy végre elhoztad hozzám a picikét, törpapa. Nagyon helyes kis törpi fionc. Köszönöm, Omni apó. Finom vacsorát készítettem a számotokra, hogy megünnepeljük ezt a nagyszerű eseményt. Úgy látszik, Omni apó tényleg nagyon örül nekünk. Tudod, kerti törp egész évben nagyon magányosnak érezheti magát. Én se vagyok magányos, magamra mindig számíthatok. Nagyon szerencsések vagytok ti törpök, mert mindig számíthattok egymás társaságára. Ez bizony nagyon nagy dolog. Nem tudom, mi lesz velünk, Riki. Amíg Shady börtönben van, gondoskodnunk kell magunkról. Akár lopás árán is. Mondtam én neked, hogy nem maradok sokáig a börtönben. Shady, jaj, de jó! Shady, megszoktél! Ne állj az utamba, kölyök! Dolgom van, ki kell kerülnünk ebből a királyságból. De először össze kell szednünk egy kis gubát. És ebben segítened kell. Engem jól ismernek a városban, téged viszont nem. Ideje, hogy a gyakorlatban hasznosítsd a tanításaimat. Korán reggel bemégy a városba, és zsebezel egy kicsit, oké? Remélem, ízlett lett a vacsora, törpapa. Nagyon finom volt, barátom. Igazán, törpompás. A tűz mellett alhattok, és mindannyiótok számára van egy reggeli meglepetésem. És mi az, Omni apó? Nagyon kíváncsiak vagyunk. Holnap beviszlek titeket a városba. A városba? Ahol emberi lények élnek. Ez törpös ötlet. Már alig várom. Nem tudom, Omni apó, de én mindig távol tartottam a törpöket a városba. Hova lett a kalandvágyat, törpapa? Remek tapasztalat lesz a számukra. Hadd menjünk, és kérdezünk lesz. Jól van, törpikém, jól van, de vigyázzatok, és ne feledjétek, a város csak veszélyt rejteget. Dinnyétesség, zamatos dinnyétesség, friss a dinnyé. Karkötőt, fülbevalót, nyakpáncot, drága követtesség. Jól figyelj, ma tele van a piac, dinikém. De mégis mi lesz velem, ha elkapnak? Sok energiát fektettem már beléd. Ideje, hogy visszafizesd. Hát persze, Shady, ahogy akarod. Ott egy hatalmas táska. Eri, gyorsan! Ez az emberek piac tere. Ide járnak vásárolni. Drága követ, gyöngyöt, ékszer, tessék! Hű, de szépek! Nyakláncot, gyűrűt, karkötőt, tessék! Akár egy évet is el tudnék itt tölteni. Szerintem egyik ízléstelenebb, mint a másik. Sst, jön valaki! Hé, add vissza! Tolvaj! Tolvaj! Ide gyere, fiú! Nézzük a zsákmányt! Büszke vagyok rád, gyerek! Még sokra vihetjük mi ketten. Gondoltam, hogy lopni fogsz még mielőtt elhagyod a királyságot, Shady! Csak az a bökkenő, hogy most egy jó darabig nem szabadulsz innen, pajtás! De ifjú bűntársad sem! Ezúttal a királyi börtönbe kerültök. Jó napot, bíró úr, nem láttam véletlenül a táskámat. Á, Omni apó, szóval magát rabolta ki a fiú. Remélem, mindent rendben talál a táskában. Megyen, köszönöm, nem hiányzik belőle semmi. A törvény majd igazságot szolgáltat. A fiú csak felnőtt korára fog kikerülni a börtönből. Kérem, hallgasson meg, bíró úr. Én igazán nem akartam lopni. Shady biztatott rá. Fogd be a szád, te nyavajás! Sönd legyen már! Bíró úr, adjon a fiúnak még egy lehetőséget. Talán megfelelő irányítással. Ugyan már, higgye el, ez a fiú velejéig romlott. Semmi máshoz nem ért, csak az evéshez, a lopáshoz és a hazudozáshoz. Miután a táskámat visszakaptam, nem fogok ellene vallani. De Omni apó, hiszen bűnös. Én ismerem a törvényt, nem fogok ellene vallani. Akkor maga szerint mit csináljak vele? Majd én magamhoz veszem. Talán az én nevelésem segítségével törvénytisztelő fiatalember válik majd belőle. Jól van, Omni apó, vigyed a fiút. De ne feledd, ha egyszer, csak egyetlen egyszer törvénysértést követel, a király börtönében a helye. Vigyétek el! Úgy is megszököm a börtönből. Még alszik a fiú. Elmegyünk, mielőtt észrevesz minket.
Pár nap múlva visszajövök, megnézem, hogyan fejlődik. Viszontlátásra, barátaim! Viszontlátásra! Viszontlátásra! Fontos dolog a tisztaság, fiam. De jó, Omniapó, fogtam egyet! Most pihenj, Dini, holnap még először iskolába. Iskolába? Fúj! Na, meg kell tanulnod írni, olvasni és számolni. De miért nem tudsz mindenre megtanítani? Mert én sem tudok mindent. Iskolába kell járnod, hogy okos legyél. Sőt, szerintem a neveden is változtathatnánk. A Dini az túlságosan gyerekes. Akkor mi legyen? Használjuk inkább a Dini felnőttesebb változatát. Legyen tehát Dénes. Dénes? Jó. Nagyon jó. Dénes. Ó, Omniapó, Dénes. Aludj jól. Tehát jól mennek a dolgok a fiúval? Igen, nagyon szépen fejlődik. Bármelyik pillanatban megérkezhet az iskolából. Törpapa, szeretnék tőled tanácsot kérni. Nos, hadd halljam, miről van szó? A varázserőmről. Eddig titkoltam a fiú előtt. Nem akartam, hogy tudja, hogy én más vagyok. Hogy más vagy? Mégis mihez képest? Hát a többi apához képest. Értem. Majd mindennek eljön szépen az ideje. Egy szép napon akár a tanítványod is lehet. Az nagyon jó lenne. Sakmat, barátom. Omniapó, megjöttem. Tényleg jó volt iskolában lenni. Én megmondtam neked. Már barátaim is vannak. A tanárnő egy fiatalasszony és nagyon okos. Na persze, nem olyan okos, mint te vagy, Omniapó. A Manóba. Hogy megváltozott a fiú? Most menj és vacsora előtt mosd kezed. Igenis! Igazán jól neveld, gyerek. Elmegyek, még mielőtt észrevesz. Mondtam én, hogy ezzel a fiúval még baj lesz. Mit jelentsen ez, bíró úr? Ellopta a tanárnő drágaköves karkötőjét az iskolában. Úgy bizony, ellopta. De én nem loptam el semmit a tanárnőtől. Fogd meg, Béla! Magyarázattal tartoznak nekem. A dolog egyszerű, a gyerek tolva és kész. Tolva és kész. Már nem tehet érte semmit. A Manóba. Hogy ne unatkozz, Shady. Jó szórakozást kívánok. Az eljövendő évekre. Mi történt? Azt állítják, elloptam a tanárnő karkötőjét. Te gyerek, meg kell tanulnod meglógni előlük. Na de Shady, nem én loptam el. Nem fogtok unatkozni. Épp időben érkeztél, te gyerek. Mert hajnalban meglépek innen. Elmegyek egy másik királyságba. Jól esett ez a séta, törpapa. Séta? Én inkább futásnak nevezném. Egy törpnek nehéz emberrel lépést tartani. Ne haragudj, törpapa, erről megfeledkeztem. Pihenj meg a vállamon egy kicsit. Omniapó, várj, mi az ott? Nézd csak, ez valami kincsnek látszik. Ez az érettségi gyűrűm a varázslóiskolából, és az aranyöv csap, amit a születésnapomra adtál, és a tanárnő karkötője. Ide rejtették. Igen, ez nagyon jó rejtek hely a házban lévő tolvaj számára. Kezdetnek nem rosszság. Ki van itt? És még azt mondtad nekem, hogy az öregnek nincsenek értékei. Szóval át akartál ejteni. Ez nem szép dolog. Én nem loptam el ezeket, és ha nem hagyod békén Omniapót, én... Ellátod a bajomat, mi? Majd én... Jaj, mi ez itt? Ó, Omniapó, de jó újra itthon. De hogy lehet, hogy az a lánc? Én ezt nem értem, Omniapó. Ez az én titkom, de egy napon majd megosztom veled, fiam. Jól van! Omniapó elcsípte mindkettőt! A rabszállítókocsiban még számodra is rengeteg a hely, fiam! Omniapó, kérlek, segíts! Várj, Omniapó! A törvénnyel szebben mit sem ér a varázserőd. Inkább bebizonyítjuk a fiú ártatlanságát. Csak a régi barátságunkra való tekintettel egyezem bele ebbe a badarságba.
Mivel arra a gazember Shady-re Béla őrködik, tudom, hogy a gyűrűm biztonságban van. A gyűrűt elrejtjük a fiú szobájában. Felesleges időpocsékolás az egész. Majd meglátjuk. Mi volt ez? Csit, maradj nyugton. Szóval ő az. Ricky. Béla, tartóztasd le azt a madarat. A fiú tehát ártatlan. Ó, köszönöm, omnyapó, köszönöm. Most folytatjuk a tanulást, Dénes, és Rikit is meg kell tanítanod a tisztességre. Átadom neki mindazt, amit tőle tanultam, de volna egy kérdésem. Halljuk, fiam, mi az? Mitől gyulladt fel az a lámpa? Hát, talán ennek a titkát is megosztom veled egy napon, Dénes. De most már ágyban a helyed. Holnap is van egy nap. Áj, örülök, hogy Omni apó ilyen boldog. Jót tesz neki majd ez a fiú. Há, nekem is hiányoznak a törpjeim. Ott repül Béla! Ott van utána! Ja. Különösek ezek az emberi lények. Sikerült, cicus! Sikerült! Végre valami újat kreáltam. Olyas valamit, ami szerencsétlenné teszi a dörpöket. Gyűlölet itt? Gondolj bele, cicus! Gyűlölet! Gyűlölet, gyűlölet! Imádom a gyűlöletet! La 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 la. Hadd segítsek neked ezeket elcipelni! Kösz, törperős! Olyan törpös tőled! La 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 la. Ami, segítek neked elvinni a sütiket, jó? Kösz, ez nagyon törpös tőled. Nem sokára meg kell, hogy fürdesselek, törpicú. Hogy megy, okoska? Vállalkozhattam volna áfonyaszedésre, de nem, nekem a léggömbfújást kellett választanom. Add csak, majd én felfújom helyetted. Törperős, te igazi barát vagy. Épp a minap mondtam törpapának, hogy alig akad egy a törpök közül, aki igazán, de igazán. Remélem, nem fog esni az ünnepségen. Megyek, megnézem, hogy állnak a törpök az ünnepi előkészületekkel. Utálom az ünnepi előkészületeket. Jaj, de utálom a kék eget. Ó, bárcsak elhallgatnának ezek az átkozott madara. Bárcsak esne az eső, esne a hó, havazna fagyina. Jaj, túl sok itt a napfény. Ne vakarodsz már annyit! Ki kell találnom valamit, hogyan itessem meg a törpökkel a gyűlöletitalt. Ha csak egyetlen csöppet meg tudnék itatni valamelyikükkel, járványként terjedne köztük a gyűlölet, és csak úgy fröcsögne belőlük. Hagyd már abba a nyivákolást! Talán meg tudom itatni velük. Ne, túlságosan gyanakulva. Talán mérgezett nyillal. Nem, az túl nagy lenne. Valami egészen parányi kis dologra lenne szükségem, amitől még a gyanú sem ébred föl bennük. Megvan! Maradj már nyugtal! Megvan! Úgy is elkaplak benneteket! Jaj, te haszontalan lusti törp! Nem arra kértelek, hogy hozzál tűzifát az erdőből? Á, nem baj, törpapa. Lusti csak aludjon, majd én hozok fát. Á, kösz, törperős. Igazi jó barát vagy. Törpapa, úgy szeretem törperőst. Mi is szeretjük őt. Nagyon rendes törp. Jól van, barátom. Csak így áll. Felkészülni, kezdődik az oktatás. Az én barátaim mind olyan törpösek. Szívesen segítek, mert szeretem őket. Ez egy törp. A közelben. Remélem, jól megtanultad a leckét, parányi tanítványom. Na, mára ennyit. Most menj, és ne okoz csalódást. Sikerült! Még egy kicsit magasabbra. Jaj, okoska, hát tudnád, hogy ez milyen nehéz. Jaj, nézd, itt jön törperős, majd ő segít. Mindenkinek segít. Ó, törperős!
biztos segítenél nekünk? Ha bolond volnék, elegem van abból, hogy mások helyett dolgozzam. Már 10 perce állok sorba, Hami, de ezért az italokáért megérte? Nekem 2-t adj. Mit képzel ez magáról? Nem is állt sorba. Ez nem igazság. Ajd, ad, ad, ad. Tűnj inni, te kölyök, idegesítesz. Á, szia, törperés! Olyan fantörpikus álmaim voltak. Az álmoknak most már vége, pajtikám. És én még a barátomnak hittem. Törpic úr! Törpic úr, hol vagy? Á, törperős, nem láttad törpic úrt? Nem. Törperős, mi bajod? Miért nem jössz az ünnepségre? Semmi között hozzá. A hatás kiváló, a gyűlölettől csak úgy csillogott a kis szeme, majd megfertőzi a többieket is. Elrontotta az egész ünnepséget, törpapa. Utálatos volt és durva, és sárga kereszt volt a karján. Sárga kereszt? Sárga kereszt? Sárga, sárga kacsa, sárga iricskék, sárga láz, sárga gyűlölet. Sárga gyűlölet kór! Amanóba, az fertőző. Nagy veszélyben vagyunk. Amíg nem találok rá ellenszert, ne mozduljatok el otthonról, jó? Eszem ágában sincs otthon maradni. Mindannyian veszélyben vagyunk, és te terjeszted, törperős. Törpapa, te beteg vagy. Törperős, engedelmeskedned kell. Vagy szépen otthon maradsz, vagy távoznod kell a faluból. Úgy is jó, úgy sincsen már rátok szükségem. Te törperős, majd érted megyek, ha törpapa megengedi, jó? Ne gyere, és nem is akarok visszajönni soha többé. Ki nem állhatom ezt a gyűlöletkort? Nem érdekel, mit mond törpapa. Megyek, megkeresem törperőst, és viszek neki süteményt. Hát nem remek ez az idő, szia, miau! Ja, ilyenkor lehet csigát szedni. Ó, csigapörkölt, imádom, ezért szeretem az ilyen esős napokat. Törperős, törperős! Kérlek, szólj már valamit! Merre vagy? Törperős! Szia, miau! Merre vagy? Találtál már orvosságot a sárga gyűlöletkorra? Még nem találtam. Csak annyit tudok, hogy bolha terjeszti. 79, 80, 81, 82, 83. Ó, ez pompás adag. Még desszertre is futja. Hol csavarogtál, te haszontalan? Hányszor mondtam már neked, hogy... Ja, szia, miau! Mit csináltál? Pont ezt a törpöt kellett elhoznod, aki terjeszti a betegséget. Na és? Hát persze, neked mindegy, de a többi törpnek nem úgy, hogy el fognak jönni, érted is? Én várok rájuk. Igen! Törpilla, mit jelentsen ez? Megmondtam, hogy minden törp maradjon otthon. Ne haragudj, törpapa, de Siamiao kín van az erdőben. A szájában cipelte törperőst, és hókuszpókhoz vitte. Hókuszpókhoz! Azonnal mentősereget kell toboroznunk. Mentősereget törperősért, aki a gyűlölet kórban szenved? Megborsozom, és kisütöm, és fölfalom őket. Szerinted számít arra, hogy jövünk? Szerintem igen. Törpapa, hogy lehet, hogy Siamiao nem kapja el a gyűlölet kórt? Mert ő már régebben elkapta. Jönnek! Tudtam, hogy el foglak jönni. Még ha ki is szabadítjuk törperőst, és miért ne sikerülne, akkor is gyűlölet korban szenved? Sajnos igen, és semmit sem tehetek ellene. Ne! Lukas már, különben nem kapsz törpöt. Ott van. Törperős, mindjárt kiszabadítunk. Ugyan, kit érdekel? Minket. Gyertek utánam, törpjeim, de maradjatok csendben. Ragasztó!
beleestetek ókuszpok csapdájába. De beleám. Törpapa nagyon kedves volt tőled, hogy eljöttél, és ráadásul nem is egyedül. 1, 2, 3, 4, 5, és ráadásul ez a morgus, az 6. Ugye tudod, hogy mit jelent ez, törpapa? Aranyát. Na, mihez fogjunk először? Gyűlöletet terjesszünk? Aranyat csináljunk? Vagy szórakozzunk? Jaj, mit látnak szemeim? Azt hittem, hogy a törpök tökéletesek. Jaj, törpapa, nem látok. Ugyan, ne siránkozz már, tehetett strébe. Azt mondják, hogy ha egy tükör összetörik, az 7 év bal szerencsét jelent. Jó szerencsét, törpojáca. Hát nem aranyos. Olyan aranyos, hogy mindjárt rosszul leszek tőle. Legalább nem hasogatja törpé a fülem. Ó, milyen édes. Édes. Na, hogy érzed magad, ceruzás? Isten, nagyapa! Rád férne már egy kis hajvágás, öreg fiú! Csak nem képzeled, hogy ilyen szőrösen foglak majd megenni! Légy szíves, törperős! Vagy valaki más, segítsen már! Segítsen! De miért visel szakáll a törppapa? Csapott az állad? Segítség! Törperős, kérlek, segíts! Te vagy az egyetlen, aki segíthet rajtunk! Ó, törpapa, hogy én mióta várom ezt a pillanatot, a törpek úgysem boldogulnak nélküled. Most mit csinál? Nem látom! Segítség! Törperős, tudom, hogy gyűlölködsz, de segítened kell! Mi szeretünk és szükségünk van rád, ha csak egy kis szeretet marad benned, segíts nekünk! Most pedig törpapa, következzék a nyilatkozás. Kapaszkodj! Egyszer úgy is elkaplak benneteket, nyavajás, töpörödött törpicsekek! Jó érzés, törpapa, hogy a szívem újra a régi. Én is örülök neki, barátom. Semmilyen orvosság sem segíthetett volna rajtad jobban, mint az a csöpnyi szeretet, ami még a szívedben maradt. Törpapa! Törpapa! Szólj törpöltőnek, hogy igyekezzen a nadrágban. Erezd le, törperős. Jól van, törpojáca, szépen gyarapodik a téli készletünk. Isteni, ez a dió! Hoztam neked egy spéci diót, hamikám. Kösz, Tréfi. Meglepetés. Az agyámra mész. Mi volt ez? Nem tudom. Szépen szól. Mintha kürt lenne. Emberek. Ez különös. Mit keresnek errefelé emberi lények? Törpic úr! Segítség! Jaj! Jaj, törpapa, nézd, mit művelt. Láttátok, mekkora volt ez a szarvas? Mindjárt elkapjuk. Utánam! Minden rendben, törpjeim. Törpapa, miért üldözik azt a gyönyörű szarvast az emberek? Mert meg akarják ölni, törpilla. Megölni? Ugyan miért? Igen, miért? Mert vadászok. Szörnyűek ezek az emberek, mégis mit képzelnek magukról? Az egyikük Gerard király unokabátyja, a gonosz Malcolm, ő a királyság legjobb vadásza. Ó, szegény szarvas, meg kell, hogy mentsük, törpapa. De hogyan? Van egy ötletem. Húzz fel a fához, törperős. Mit akarsz csinálni, Nótata?
majd meglátod. Mi ez? Azt hiszi, ilyen könnyen megúszza? Úgy is elkapjuk. Gyia, gyia! Sikerült! Hurrá! Megmentettük! Törpilla, vigyázz! No. Gyorsabban! Ja. Gyorsabban! 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 Nem szökhet meg! Nem esett bajod? Én jól vagyok, de mi lett Nótatával? Nézzétek, ott megy! A Manóba elvitték. Szegény Nótata. Most mit évők legyünk, törpapa? Meg kell mentenünk Nótatát még mielőtt észreveszik. Megyek már is. Én is. Jó bulinak tűnik. Sok veszély leselkedik ránk. Szépen szedjétek össze a diót, és menjetek mindannyian vissza a faluba. Igen, törpapa. Igen, törpapa. Ahogy tudunk, hazamegyünk. Igen, sziasztok. Vigyázzatok magatokra. Ó, szegény Nótata. Remélem, megtalálják, törpicúr. Ez reménytelen. Ezek az ostoba állatok nyomot vesztettek. Menjünk vissza a kastélyba, majd holnap folytatjuk. Gyerünk! Igenis, uram! Ija! Ija! Úgy gondolom, aggodalomra aztán igazán semmi, de semmi okunk, kedves törpilla. Bárhol is legyenek, biztos vagyok benne, hogy törpapa és a törpiek épp oly biztonságban vannak, mint itt. Nem leszek meglepve. Mi ez? Ki van ott? Ó! Te vagy az. Megijesztettél minket. Nem esett bajod? Hát megsebesültél, te szegény. Gyere el velünk a faluba, majd segítünk rajtad. Nincs messze, na gyere szépen. Ügyi-fogyi, siess azokkal az ágakkal. Már is jövök, ügyikém, már is. Itt vagy. Jaj, nekem! Nem ütötted meg magad, törpojáca? Azt hiszem, lefekszem egy kicsit. Úgy látom, elég sápat vagyok. Én sem érzem magam nagyon jól. Tudod, mit veled tartok, jó? Most már jobban vagy. Törpapa mozhat balzsama, majd meggyógyítja a lábadat. Ezektől a sütiktől meg szépen megerősödsz. Hami, a szarvasok nem esznek süteményt. Ha nem tudnád, növényevő állatok. Csak füvet, levelet, virágot és zöldséget esznek. Bizonyám, majd meglátod. Ízlik neki. Az lehetetlen. Én ezt nem értem. De Hami, nem tudom pontosan miért, de olyan ismerősnek tűnik nekem ez a szarvas. Ezek az ostoba kutyák csak úgy hagyták megszökni. Te uram! Elég! Ha holnap nem kapjátok el nekem azt a szarvast, dutyiba kerültök! Igenis, uram! Megbocsásson, Sir Malcolm, nincs valami híre Gerard királyról? Nincs, fanyaróka, nem tudok róla semmit! Nem volna szabad ennyire aggódnom, de ő felségére nem jellemző, hogy csak így se szó, se beszéd tűnjön el. Sürgősen elszólították az államügyek, fanyaróka asszony. Tudja, annyira kötődöm a fiatal úrhoz és ahhoz a kis törprobothoz, hogy amikor nincsenek a közelemben, olyan hiányérzetem van. Persze, persze, fanyaróka, ez érthető. Elköszönök, mert holnap korán kell kelnem a vadászathoz. Aludjon jól, kedves lord uram. Hiányzol neki, öcskes. Engem gonosz Malcolmnak hívnak. De hogyan neveznének, ha látnák az utolsó zsákványomat? Egyedülálló.
De a legnagyobb zsákmányom még hátra van. A fekete szarvas, és amint az enyém belőlem király lesz. Ugye így van, kedvesem. E varázsamulettel szarvassá változtattalak, és hű alattvalóid most saját királyukra vadásznak. Szegény Gerard király. A holnapi vadászat után az enyém a trón. Tehát holnapig. Kedves öcsém, szép álmokat, bárhol is vagy. Több robot! Több robot! Nem mozdul. Elmegyek segítségért, amíg még nem késő. Nótata lábnyomai egyenesen Gerard király palotájához vezetnek. Nótatának ott kell lennie. Nézzétek, ott van! Tényleg ő az. Törpapa! Törpapa! Mondd, nem esett bajod. Ó, törpapa, de jó, hogy itt vagy. Az a nyavajás gonosz Malcolm fogjul ejtette törprobotot, és Gerard királynak is véget akar vetni. Mi? Ezt honnan veszed? Varázsamulettjével szarvassá változtatta Gerard királyt, és holnap megint üldözőbe veszi. A szarvas? Ez nem lehet igaz. Ha megszerezzük az amulettet, akkor megtörpjük a varázslatot. Elgyúrjuk tőle azt az amulettet. Majd mi Móresre tanítjuk. Nem nagyon veszélyes ez a dolog? Meg kell tennünk, meg kell mentenünk Gerard király. És törprobotot. Igazatok van. Gyerünk! Erre! Gyerünk! Micsoda furcsa hely. Még sosem láttam ilyet. Az állatok mozdulatlanok. Ezek csak kitömött állatok, törperős. Most mit csinálunk, törpapa? Fölélesztjük törprobotot. Aztán megkeressük az amulettet. Figyeljetek, háromra fölemeljük a búrát. Figyelj, egy, kettő, három, rajta! Kár, hogy Ügyi nincs itt. Ő tudná, hogy mit kell tennünk. Talán, ha ezt elfordítom. Lássuk csak. Jól vagy? Á, igen, mi is tudunk Malcolm gonosz tervéről. Hogy megszerezhessük az amulettet, el kell terelnünk a kutyák figyelmét. Ez bizlám, törpapa. Elkaplak te kis Gerard. Mehetünk. Mi folyik itt? Na,
élvezem annyira. Sőt, ezt csöppetszem. Milyen kedves meglepetés. Meglepetés. Hol van Tréfi? Jaj, ne! Remélem, tetszeni fog. Utána ti ostobák! Kulcsra van zárva. Szegény Tréfi, most mit tegyünk? Ez jó ötlet, törp robot. Próbáld meg kinyitni, törp erős. Már is, törp apa. Na, nyitva van. Keressétek meg, ostoba állatok. Tréfi? Valahol itt kell lennie. Psz, Tréfi. Már is megyek, törp apa. Az ilyesmitől nincs nevethetnékem. Igyekezzünk, törpjeim, az amulettet a faluba kell vinnünk. Mi baj, törp robot? Jaj! Nem néznél az orrod elé. Törpegek, az amulett! Próbáljuk meg elkapni. Meg lesz. Vigyázz az útból. Ó, a manóba! Otthon kellett volna maradnom. Segítség! Húzzad, törp robot, húzzad! Hogy vagytok, törpjeim? Tűrhetően, törp apa. Ránk mindig számíthatsz, törp apa. Tréfi, vigyázz! Jaj! Nézd, mit csináltál! Látja valaki? Teljesen elmerült. Most mit csináljunk? Egy lámpás és egy kötél segítségével kihorgászhatnánk. Ne vesztegessük az időt. Gyerünk! Óvatosan, törpjeim! Jól van. Erezd le! Elég! Ott van! Oké! Húzhatod! Törpjeim, remélem most már hazáig nem ér bennünket újabb meglepetés. Anyaróka! Tessék, uram! Nem látta az amulettem? Nem, Sir Malcolm. Eltűnt, mondja meg az inasoknak, hogy keressék mindenütt a kastélyban. Igenis, Sir Malcolm. Az amulett nélkül nincs hatalmam Gerard felett. Na, megvan végre? Tűvé tettük érte az egész kastélyt, Sir Malcolm. És? Az amulett szőrén szálán eltűnt. Akkor eredjünk a fekete szarvas nyomába. Ha el kell, hogy kapjam. Ollót. Lássuk, hatásos volt-e a kezelés? Hurrá! De jó, hogy meggyógyult a lábad. Most már visszamehetsz az erdőbe. Mi a manót csinál? Láthatod, valamit rajzol. Ez úgy néz ki, mint egy kastély. Mit jelenthet ez? Mit akarsz nekünk mondani? Várj! Ne menj el! Itt biztonságban vagy! Látjátok, ez a hála. Épp a minap mondtam törpapának, hogyha...
és törprobot. Ó, törprobot, de jó, hogy itt vagy. Na és a motorod hogy van? Úgy látom, remekül működik. Törpjeim, egy percet sem veszíthetünk. Valahogy ide kell hoznunk a faluba a fekete szarvast. Hisz épp most ment el. Micsoda? Igen, megsebesült, és mi idehoztuk törpapa, hogy meggyógyítsuk. Törp egek, az a szarva Gerard király. Gerard király! Nekem valahogy nagyon ismerős volt az a szarvas. Meg kell előznünk a vadászokat. Én majd megpróbálom megtörpni a varázslatot. Minden követ meg kell mozgatnunk, a szarvas élete függ tőle. Igen, törpapa! Gerard király! Gerard király! Így, Fogyi, mi a gondot csinálsz? Hát, törpapa azt mondta, hogy minden követ mozgassunk meg. Jaj! Gerard király! Ha-ho, Gerard király! Gerard király! Ilyen, Zuli Fuli, keressük gyorsan! Utálok keresgélni! Vajon hol lehet? Nézzétek! Várj! Gyere vissza! Ia, ia! Nehéz lesz őket utolérni! Gyerünk! Ott szalad! Te már fárad! Lássuk csak. Agancserősítő kúra, patakúra, izomerősítő... ezekkel nem megyek semmire. Most megvagy, nem az oknár! Megvan. Abrakadabra tündértánc. Kezdődjék az átalakulás. Törpjön meg a gonosz varázslat. Gerard király térjen vissza. Mi az ördög ez? Ott szalad! Ne lőjetek! Én vagyok a Gerard király. Ó, felség! Hát a fekete szarvas? Élve fogjátok el! Igenis, felség! Köszönöm szépen, barátaim! Megmentettétek az életemet. Ha törprobottal és nótatával együtt nem siettetek volna a segítségemre, örökre a gonosz Malcolm fogságába kerültem volna. És most, felség, mi lesz a gonosz Malcolm sorsa? Őt vissza fogom varázsolni, de majd csak, ha már elfogták. Remélem, megtanulja majd a leckét, ha a vadászkutyáim egy kicsit megkergetik. Éljen a mi Gerard királyunk! Éljen! Éljen! Hát, ezt nevezem én állatkínzásnak. Mi ez a szedjétek? Hol van? Egy se maradjon. Egy nekem, egy a kosárba. Egy nekem, egy a kosárba. Egy nekem... Na hát, Hami, ennyi törpogyóval akár egész Apraja falva jól lakhatna. Ahogy Hami szedi, úgy nem. Mi az a hang? Utálom ezt a hangot. Hát ez meg mi a szösz? Ön a fa! Ó, Emanóba! Futás! Ezt nézzétek, favágók! Kivágják az egész erdőt! Szólnunk el törpapának, gyerünk! És már a falu határában jár a törpapa! Én ezt nem értem, törpapa, hisz mindenki tudja, hogy ez az erdő Gerard királyé. Ez borzasztó. Azonnal szólnunk kell Gerard királynak.
Vállalom, törpapa, Kelep majd elvisz. Kelep, kérlek, vigyél el Gerard királyhoz. Jobb, ha én is veled megyek. Utálom a favágókat. Kérlek, Kelep, siess. Jó utat, csak óvatosan. Igenis, törpapa. Gyerünk, törpjeim, lássuk, hogy állíthatnánk meg a favágókat. A térkép szerint a folyó egyenesen a malomig viszi a rönköket. Tökéletes, Ludwig! De Görcs úr, mi lesz, ha Gerard király rájön? Menjünk inkább egy másik erdőbe. Azt már nem te híganyú, ezek a hatalmas fák itt igazi vagyont érnek. De azt mondják, hogy itt szellemek élnek. Na ne röhögtes, nyomás dolgozni. Holnapra itt egy fát sem akarok látni. Holnapra? Meg kell állítanunk őket, különben az állatok otthon nélkül maradnak. Bizony, rólunk nem is beszélve. Nincs elég időnk megvárni Gerard királyt, ki kell törpölnünk valamit. Nekem van is egy tervem. Ez az ügyi, a szerszámok. Szerszámok nélkül nincs favágás. Munkára, törpjeim, azt hiszem már tudom, hogy állítsuk meg őket. Nézd, az ott Gerard király kastélya. Utálom a repülést. Jól van, mindenkinek világos a terv. Akkor munkára! Gyerünk, ügyifogyi! El kell terelnünk valahogy a figyelmüket! Gyíte, paci! Úgy van, rajta vágtasz! Ne csak álljatok ott, hozzátok vissza őket! Gyerünk! Megállni, megállni! Gyerünk, törpjeim, a szerszámokat! Ez a valami túl nehéz, törpapa! Ne adjátok fel, törpikéi! Mindent bele! Remélem, hogy Gerard király hamar ideér. Biztos, hogy jó irányba megyünk, okoska? Hát persze. Gerard király tróntervének itt kell lennie valahol. Csak törp robot az. Hála a törp égnek! Törp robot, mondd, hol van Gerard király? Elment? Hogy érted, hogy elment? És téged miért hagyott itt? Értem már! Gerard király a tengerhez utazott, és félt, hogy a sós vízben törp robot berosdásodna. Utálom a rozsdát! Támadt egy újabb zseniális ötletem. Hagyjunk neki üzenetet. Kedves Gerard király, favágók lepték el az erdődet, törpölj vissza hamar, különben törpre teszik apraja falvát. Aláírás, okoska törp. Ugye milyen fenkülten is sziporkázóan fogalmazok? Törp életes, okoska. Az lesz a legjobb, ha itt hagyjuk a trónon. Siessünk vissza a faluba. Te is velünk tartasz, törp robot. Csak itt tovább. Nem lehetnek itt a szerszámok, mire visszatérnek. Igyekszünk, törpapa. Már majdnem egy egész mindent haladtunk. Törpapa! A favágók utol értenk a lovakat. Idefelé tartanak. Gyorsan, takarjuk le a szerszámokat. Itt talán a favágók nem veszik észre. Gyerünk, gyorsan! De főnök, én személyesen kötöttem ki a lovakat. Gyorsan bújjunk el. Csak ugyan? Akkor hogy a ménkűbe szoktak meg? Főnök! Főnök! Eltűntek a szerszámok? Tényleg? A felszém az előbb még itt volt. Előbb a lovak, most meg a szerszámok. Mégis mi folyik itt? A szellemek. Mondtam, hogy ez egy elátkozott erdő. Badarság! Nem tűnhettek el csak úgy. Valahol itt kell lenniük. A szél fújhatta rájuk a leveleket. Így van. Most pedig visszadolgozni. Le vagyunk maradva. Hát ez nem vált be. Mihez kezdjünk most, törpapa? Nézzétek, már itt a felmentősereg! Az ott Kelep! Remélem, hogy jó híreket hoznak. Úgy érted, Gerard király nem is jön? Nem pontosan erre számítottam. De helyette magunkkal hoztuk törprobotot. Ennek nagyon örülök. Bizony, én pedig hagytam a királynak egy fantörpikus üzenetet, amint elolvassa, már rohan is segíteni. Csak nehogy késő legyen. Nincs valami terved, törpapa? De igen, van. Attól tartok, hogy mielőbb ki kell ürítenünk a falut. Kiürítjük a falut! Nem tehetünk mást. Fel kell készülnünk a legrosszabbra. Utálom a legrosszabbat. Igaza van. El kell kezdenünk csomagolni. Addig törperőssel, okoskával és törprobottal megpróbáljuk megállítani őket.
Ne lazsálj itt nekem, hamarosan lemegy a nap! Igen, igenis, főnök! Ups! Jaj! Meg mi a kénköves ménkő? Megmondtam, ez egy elátkozott hely! Ludvignak igaza volt! Biztosan szellemek! Üljünk el innen! Komolyan! Szellemekre kenitek a felelősséget? Így kénytelenek leszünk éjszaka befejezni a munkát! Úgy érted, hogy itt maradunk egész éjjel? Úgy ám! És aki még egyszer szellemekről beszél, az megfojta már! Szállj le rólam, te hájpacni, és nyomást dolgozni! Úgy tűnik, nyertünk egy kis időt! És most mit tegyünk? Azt hiszem, támadt egy fantörpikus ötletem. Gyorsan, törpjeim, vissza a faluba! Nos, azt hiszem, kész vagyunk. Ügyi, én nem akarok elköltözni! Utálom a költözkedést! Ég veled, apraja falva! Kitörpöltem egy új tervet, de ehhez szükségem lesz mindenkire. Különösen törprobotra. És mi lesz a dolgunk, törpapa? Keressetek minél több madzagot, szükség lesz festékre, ecsetre és levelekre is. Siessünk! Igen, hozzá bíbi, hogy elkezdődik egy kicsit festékre! Jaj, egy szellem! Elég, te mamlasz! Folytasd a munkát! Igenis, főnök! Jaj, ez meg mi volt? Nem látod, csak egy gaj, te hígagyú! Nyomás dolgozni! Talán igazad van, nincs itt semmilyen szellem. Mi vagyunk az erdő szellemei, távozzatok, favágók, távozzatok, hagyjátok el az erdőt, mielőtt túl késő lenne! Szellemek! Jaj, nekünk szellemek! Mi a fene volt ez? Szellemek, az erdő dugiban szellemekkel! Badarság! Mit mondtam, mi lesz azzal, aki megint szellemekről beszél? Ismétel csak meg, Ludvig! Szellemek futás! Gyertek vissza, ti bolondok! Te vagy a bolond favágó, most pedig megfizetsz a mohóságodért! Egy szellem, segítség! Jaj! Szállj le rólam, segítség! Maga az, Görcs úr? Ha! Ezt meg mire véljem? Geralt király! Megmondtam, hogy messziről kerüld el az erdődet! De én... Most az egyszer elengedlek, de mindörökké száműzlek a királyságomból! Köszönöm, kegyelmes úr, köszönöm! De előtte minden egyes kivágott fa helyére 100 új facsemetét kell ültetnetek. Vigyétek őket! Törp robot, merre vagy? Törpök, most már előbújhattok. A favágók elmentek. Köszönjük, Gerard király! Ó, Gerard király, pont időben érkeztél! Hamarabb is jöhettem volna, de időbe telt, amíg kibogaráztam okoska levelét. Komolyan? Én azt hittem, hogy egyértelmű. A lényeg az, hogy az erdőnk végre megmenekül. Így van. Hála nektek, törpök. Nos, a reményt soha nem szabad feladni. Amíg egy törp is él az erdőben, ezekre a fákra nem leselkedik veszély. Vigyázzatok! Kivéve erre az egyre. Milyen rengeteg a tennivaló. Azt mondják, az asszonyoknak mindig akad dolga. Ez valóban így van. Jó, tudom. Most már tényleg sietnem kell. Minden szentekre, minden levél vörös kell, hogy legyen az erdőben. És alig van már idő. Idő? Merre is tart az idő? Túl sok időm ment már el a nyárral. Jó, tudom. Nem látjátok, hogy sietek? Jól van, mehetünk.
Jól van, jól van. Most emeljétek egy kicsit hátrébb. Úgy, nagyon jó. Micsoda születés napi torta. Nagyon törpös. Tréfi, ha valakinek minden szentekkor van a süli napja. Hú, a Manóba, mi ez? Meglepetés. Vajon mi lehet benne? Tudhattam volna, hogy megint átejt. Tréfi, ugye milyen jó, hogy minden szentekkor van a születésnapod? Hát kevés olyan szerencsés törp van, mint én, az biztos. Nincs még egy olyan lény az egész törpkerekségen, akinek pont minden szentekkor lenne a születésnapja. Igen, Tréfikém, azt hiszem, egyetlen egy van. Születésnap. Micsoda őrültség! Hogy lehet valakinek minden szentekkor születésnapja? Persze, erről is csak a mama tehet. Itt nem lesz születésnapi ünnepség, sosem volt, és sosem lesz. Minden szentek, pfaj, születésnap, pfaj, és azok a nyavajás kis törpök is ünnepelni fognak. Te randalégy! A kis törpördögök születünnepséget fognak rendezni, jaj, az undorító, jaj, elfordult tőle a gyomrom. Na majd én betakarítom őket, azt a kis kék fejüket. Elég volt mára ebből a jó kedvből, halljátok, elég! Ajjaj, talán a mama küld majd egy kis mazsolát nekem. Tavaly küldött. Ez hamié? Ez törpelősi, ez meg törpillái, ez pedig... Imádom a minden szentek ünnepét. Hát te, Harold, alig várom, hogy ijeszgessem a gyerekeket. Remélem, sírni fognak. Imádom, amikor olyan rémültek. Néha évekig tarthat a sok hatása. Van, akinél sosem múlik el. Igen, madárkám, nem sokára elrepülünk, és a fakóhold fényébe csapunk le az alvó falvakra. Hadd tegyék ki a fokhagymájukat, hadd imádkozzanak. A gátaboszorkány elől úgysem menekülnek. Lusti törp, menj ki az erdőbe, és próbálj meg vörös leveleket gyűjteni a díszítéshez. Igen, törpapa. Siess, mert nem sokára kezdődik az ünnepség. Igen, törpapa. Lusti antiszociális magatartása egészen, de egészen elképesztő. Nem gondolod, törpapa? Törpillának is mondtam a minap, hogy törpapa! Viszontlátásra! Jó utat! Úgy fáj a szívem, amikor elrepülnek, de tavasszal úgyis visszajönnek. Hol is tartottam? Ja, persze, a levelek. Jaj, de gyönyörűek! Tessék! Sajnálom, kedveseim, így zölden is gyönyörűek vagytok, de nekem most ez a dolgom. Aludjatok, kedveseim, aludjátok át a telet. De jól esik ez a forró víz. Ez meg ki! Biztosan valami kisgyerek ólálkodik itt az ajtóm előtt. De úgyis elküldöm, nekem ide senki ne tegye be a lábát. Mi ez? Vajon mi ez itt? Valaki megemlékezett a születésnapomról? Vajon kiküldhette? A mama, a keresztapa? Vagy talán, tudom már! Boldog szülinapot, hókuszpok! Boldog szülinapot! Na megállj! Így megalázni engem! Ezt még megkeserülöd, te nyavajás törpicsek! La 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 la. Hát én itt vörös levelet egyáltalán nem látok. Viszont halálosan elfáradtam.
Elszundítok egyet. Talán mire felébredek, vörösek lesznek a levelek. Biztosan vörösek lesznek. Te haszontalan állat, hagytad meglógni! Már semmire sem vagy jó. Há, így né. Gúnyolódni mernek velem a születésnapomon. Ellátom a bajukat, emlékezetes lesz számukra minden szentek ünnepe. Aludjatok jól. Milyen gyönyörű itt minden. Mi ez? Mi ez? Hé! Hé! Mi történt velem? Piros lettem. Ajaj! Mi történt velem? Tudod, én csak... Tavaszanyú, ki látott már piros törpöt? Ajaj! Ajaj! Ó, a Manóba! Nézz rám! Nézz csak rám! Annyira sajnálom, ne haragudj. Csinálj már valamit, segíts rajtam. Várj csak, szeretnék segíteni, de tudod, az ősz nem várat magára. Változtass vissza kékké. Piros varázspálcával képtelenség. Te jó ég, nekem nincs is kék varázspálcám. Akkor milyened van? Hát ugye van piros, fehér, sárga és zöld. Zöld nem jó? Nem. Ó, szegény kicsikém. Csinálj velem valamit, most rögtön. Most nem tehetek semmit. Vár rám a munka. Kell, hogy beköszöntsön az ősz. Időapó is ezt akarja, tudod? Nem változtatsz vissza? Láthatod, csak piros varázspálcám van. És még rengeteg a dolgom. Talán majd télen. De legkésőbb jövő tavasszal, jó? Addig menj csak haza és várj. Nem maradok soká, de szólít a kötelesség. Hát ez borzasztó. Hogy nézek ki? Így nem mehetek haza. Mindenki kinevetne. Éjjel sokát, Réfi, boldog születésnapot! Igen! Bújtsd ki az ajándékaidat! Jó, de előbb ti bontjátok ki a tieiteket! ABC sorrendben vannak rakva, első az A! B! Hihetetlen, hogy egy ekkora csapat épeszű törp ilyen buta tudjon lenni. C. Tűha, Tréfikém, kedves tőled, hogy te adsz nekem ajándékot a szülinapodra. Igazán kedves. D. E. F. Micsoda nap, ez a második ajándékom. Ha! Ha! Hadd osszam meg veled az enyémet. Jé! Ja, az én vagyok. Jé! El! Nem látta valaki lustit? Elment az erdőbe őszi fa leveleket szedni, de már vissza kellett volna érnie. Gyertek, sötét fellegek! Eső, mosd el a törpöket! Esik. Különben nem számít. Talán lemossa rólam a pirosat. Egy dolog biztos, én így nem megyek haza. Lehet, hogy soha törpén nem mehetek haza. Nem ér
értem. Minden szentekkor nem szokott esni az eső. Nekem semmi nem jelezte az esőt. Itt valami nem stimmel. Itt valami nem stimmel. Ki nem állhatom az esőt? Minden szentekkor nem szokott esni, és születésnapokon sem. Ó, törpapa, mi lehet lustival ebben a viharban? Nagyon sikerült ez a vihar. Jaj! Magasabbra, te félnótás! Nem látod, hogy lefelé tartunk? A serpőt kellett volna választanom. Sehogy sem akar elállni ez az eső. Nem ám. Mi van? Mi olyan mulatságos? Én olyan zavarban vagyok. Az a legjobb, ha alszom egy kicsit. Bibircsók! Mi folyik odafönt? Ki van ott? Én! Agáta! Agáta! Hókuszpók! Mi csinálsz ott fönt, te ronda vén csoroszja? Csoroszja? Ugye milyen szép időnk van? Varázserőm élő bizonyítéka ez a gyönyörű vihar. Szóval te vagy a bűnös. Te rontottad el minden szentek ünnepét. Mindent elrontottál. De miért? Miért? Csak azért, hogy bosszansd a törpöket? Nem érted, hogy én egész évben erre az egy estére készülök? Nem érted, hogyha nem ijesztem meg a gyerekeket, talán még csalódottak is lesznek, hogy szeretik, ha ijesztgetik őket? Tehát ez a szegény kis törp most teljesen piros. Nem tudom, hogy segítsek rajta. Úgy szégyelli magát. Még Tréfi születésnapjára sem mer hazamenni. Tisztában vagy azzal, hogy az időt nem lehet visszafordítani? Ez teljes képtelenség. Mindez az én hibám. Jobban körül kellett volna néznem. De valamit csak tehetünk szegény törpért. Semmit. Idő, apó, legalább próbáld meg, kérlek. Fordítsam vissza az időt, tavaszanyú. Ez nagyon komoly dolog, sőt, mi több, teljes képtelenség. Legalább elhozhatnád a többi varázspálcámat. Tavaszanyú. Ennél sokkal fontosabb tennivalóim vannak, értsd meg! Otthon van egy nagy üveg áfonya lekvárom. Ó, igazán? Kapd el, szia, Bielu! Kapd el! Megvagy! Megvan! Nicsak-nicsak, mi ez itt? Egy piros törp! Milyen piros? Hát mitől vörösödtél el ennyire? Mi? Hogy történhetett meg ez veled? Vajon megváltozott-e ettől a kémiai összetétele? Úgyis az enyém. Ez a piros törp talán felér akár hat kékkel is. Én láttam meg előbb. Akkor is az enyém. Az enyém. Törperős, menjetek el néhányan hókuszpókhoz. Igen, törpapa. Törpilla, szervez egy csapatot és átkutatjuk az erdőt. A igen, törpiek törpapa. Pedig... Igen, törpapa! Tegyék el az összes ernyőt! Igen, törpapa! De csúnya! Akáta, kérlek, próbáljuk meg emberi módon megegyezni ezen a dolgon. Ha nem adod nekem, varangyá változtatlak! Osztozkodjunk! Ezt hogy érted? Használjuk ki mind a ketten! Jó, vágjuk ketté. Én benne vagyok. Hol csináljuk? Nálad vagy nálam? Hát ahogy látom, a madárkát nincsen abban az állapotban, hogy repüljön. Úgyhogy menjünk csak hozzám. Nem bízom benned. Add nekem! Én találtam! Nem adom! Varangyá változtatlak! Nincs itt a varázspálcád! Lusti! 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 Nincs itt. Tavaszanyó, nagyon finom a lekvárod. E
ezzel is megvagyok. Milyen gyönyörű az erdő. Most megyek és elmondom törpapának, mi történt szegény Lustival. Jó lenne, ha időapó meggondolná magát. Már nem bírom ezt a hangot! Mit csináljunk, törperős? Nem tudom. Én ezt ki nem állhatom. Hú, hú! Mi bircsókáról beszélsz, a boszorkáról? Hú! És Lusti törp piros lett? Hú! A manóba. Siessünk, rövid az idő, Lusti veszélyben van. Törpapa, nézd! Itt a taricska! Ez hihetetlen. Az igaz a kálmát a lussza. Mi folyik itt? Ketté akarják fűrészelni Lustit. No, azt már nem. Nevetséges ez az egész. Mi lenne már nevetséges? Gondolkodtam a dolgon. A piros törp olyan ritka, annyi mindenre lenne jó. Szárítva például remek paprika lehetne belőle. És nem is tudhatjuk biztosan, hogy törp. Én még soha nem láttam piros törpöt. Össze-vissza beszélsz. Jaj, törpapa, csináljunk már valamit. Törperős, a takarót! Ne kövessünk el hibát a gáttal. Tartsuk inkább őrizetben, csak idő kérdése, mikor ér ide a többi törp. Hagyd már abba! Ide azzal a fűrészsel! Ide hallgass, te banya! Ez a törp akármilyen színű is biztosan többet ér, mint akármennyi kék. Ezért felejtsük el ezt az őrült ötletet! Csúfasz! Nézd! Ott egy törp! Itt meg egy másik! Most! Megvagy! Mi ez? Ne fognak szökni! Futás, törpjeim! Te fém bolond! Ennek te vagy az okba! Hagyd még én, te csorosnya! Segítsél! Minden tönkre tettél! Hurrá! Hurrá! Ne lógasd már az orrod, Lusti! Piros, zöld vagy lila, kit érdekel? Az a lényeg, hogy törp vagy. Törpapának is mondtam. Okoska, légy szíves. Tavasz anyó nem akart neked rosszat. De elrontotta az ünnepet. Ez nem igaz. Úgy is felfoghatod, hogy most már nincs szükséged jelmezre. Okoska! Lehet, hogy ez a vörösség bizonyos előnyökkel is jár, tudod? Okoska! Segítened kell rajta. Mondtam már, hogy nem tehetek semmit. Kérlek, próbáld meg. Biztosan tudsz rajta segíteni. De tényleg, te mindent olyan könnyedén csinálsz. Idő, apó, mondd, nem ennél még egy kis áfonya lekvárt? Van még? Ó, hát persze. Ez nagyon meggyőzően hangzik. Most az egyszer segítek neked. Ó, csodálatos vagy, időapó! Piros, fehér, sárga és zöld, legyen újra kék most a törp! Úgy is felfoghatod, hogy ezáltal különleges vagy. Törpapa! Mi törpént? Fogalmam sincs, törpapa. Lusti itt ült, aztán hirtelen... Utálom azt, hogy hirtelen. Újra kék vagyok. Jaj, de jó. Hurrá! Köszönöm, tavasz anyu, bárhol is vagy. És boldog ünnepet. Éppen időben érkeztél. Ettől a sok izgalomtól úgy elálmosodtam.
tréfi, éljen sokat tréfi, éljen sokat tréfi, boldog szülinapot! Ó, miért kell nekem mindig megfáznom? Bárcsak nem ment volna el törpapa Izidorhoz, most tudna nekem gyógyszert készíteni. Én sokkal betegebb vagyok, mint Izidor. Persze, törpapa azt hiszi, hogy semmi bajom, hogy hipohonder vagyok. Micsoda, Schwindler! Sarlatán doktor megígérte, hogy ez a löty meggyógyít minket. De egyre rosszabb. Ellenkezőleg, kedves barátaim, sosem láttam még ennyi egészséges embert. Szélhámos vagy, ez az igazság. Csaló! Schwindler! Menjetek haza pihenni! Attól rendbe jöttek! Nem lennének betegek, még elkaptak volna. Mindig mondtam, hogy egy kis vidéki kiruccanás felfrissíti az embert. Napsütés, jó levegő, már csak néhány új vevő hiányzik. Jaj, ha nem a fejem fáj, akkor a hasam. Ha meg nem a hasam, a hátam hasogat. A mindenségit? Vajon benne van-e ez a teremtés a kis könyvemben? Valamelyik tagom mindig beleáll a fájdalom. Törpök! Legendás kis lények az erdőben élnek. A bőrükben lévő kék festékanyag minden emberi betegséget gyógyít. A mindenségit! Isteni csodaszert fogok készíteni! Gazdag leszek! Egészségedre, te kis törp! Jaj! Jaj! Segíthetek, uram? Köszönöm. Hát te ki vagy? Sarlatán doktor vagyok, a világhírű orvos. Számtalan tudományos fokozattal rendelkezem. Én Habci törp vagyok. Rengeteget tüsszögök. Fáj a térdem, hasogat a hátam. Opa, egy pillanat. Látom, tapasztalt orvos tanácsára van szükséged. Hadd vizsgáljalak meg. Aha, most gyújtsd ki a nyelved. Te jó ég. Még annál is rosszabb, mint gondoltam, ugye, Doki? Ó, szegénykém, igen súlyos törpkorságban szenvedsz. Törpkorságban? Jaj, nekem. Jaj. Mi is az a törpkorság? Hogy mi is az a törpkorság? Igen, bonyolult betegség. Elhanyagolása esetén sajnos... Ha különben nem mondanám, szerencsére létezik rá gyógyszer. Sarlatán doktor csodaszere, egy kicsit kentbe vele az orrot hegyét. Így? Úgy, remek! Törpkorságot ezennel a múlté. Tényleg, már is. Pak egészséges vagy, szinte kicsattansz. Igazán, de jó. Igen, tetőtől talpig gyógyultak tekintheted magad. Tényleg, egész jól érzem magam, meggyógyultam. Meggyógyultam, csoda történt. Köszönöm, köszönöm, sarlatán doktor. Hogyan viszonozhatnám a segítségedet? Ugyan, minden vágyam, hogy tömegeket gyógyíthassak. Ez igazán törpös tőled. Viszontlátásra, ha ezt törpapa megtudja. Talán te tudod, hol élvezhetnék tömegesen a csodaszerebet? Számodra mit jelent az, hogy tömeg? A Praja falvában 100-an vagyunk. Milyen tökéletes kerekszám! Vezess oda! La 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 la. Képzeljétek, mi történt! Meggyógyultam! És kicsoda? És mit keresít? Ez törpapának nem fog tetszeni. Ne aggódjatok már! Sarlatán doktor, kiváló orvos! Kigyógyított a törpkorságomból! Így igaz! Gyertek, gyűjjetek körém! Számtalan tudományos fokozattal rendelkezem! Igen, efelől semmi kétség! Nem csalás, nem ámítás! Minden betegséget meg tudok gyógyítani! Még a legvadabbakat is! Ha hiszitek, ha nem!
Tehát, törpikék, csodaszerem mindenre jó. Fejfájásra, fogfájásra, megfázásra. Egyetlen csöpp belőle erősít, és még a bogarakat is távol tartja. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Próbáljátok ki, nincs vesztenivalótok. Nincs vesztenivaló. Próbáljuk ki. Ó, bárcsak itt lenne velünk, törpapa. Nekem nem tetszik ez az egész. Amint látjátok, kedves barátaim, csodatévő kutyvarékom egyszerűen nem ismer lehetetlent. Megnövelnéd a termés hozamomat? Na, hallottál Jack Bab földjéről? Jack volt az első vásárlom. Induljunk! Halljuk, halljuk, sarlatán doktor, a diagnózist! A dinnyéidnek igen nagy szüksége van a csodaszeremre. Úgy fognak nőni tőle, mint a gaz! Hogyan szerezhetnék ebből a csodaszerből? Gyere el hozzám, de előbb kérek 40, vagy az kevés, inkább mondjuk 50 dinnyét, és olyan lesz a termése cserébe, amilyet még nem látott a világ. Áll az alkú! Fel tudtad javítani valahogy a süteményeim ízét? Hát persze! Vigyél el a konyhádba! Kerti törp, hogy a manóban bízhatsz ebben a vén szélhámulban? Figyelj, törpilla! Ha valakinek ennyi tudományos fokozata van, az biztosan tudja, mit csinál. A törpapa nem jön vissza időben, sarlatán birtokba veszi a falut. Aha! Megállapíthatom, hogy rendkívül tehetséges szakás vagy. De szükséged van a csodaszeremre, mert attól a jó koszt még sokkal jobb lesz. Kaphatunk belőle vacsora előtt? Persze! De előbb kérek cserébe egy szép nagy süteményt, és már is megkapod a csodaszeremet. Erősít is az a csodaszer? Talán szépítőszer is van abban a kotyvalékban, bár ezt már nem igen lehet fokozni. Lehet, hogy altató is van benne. A szerem mindenre jó, és mindenkinek jut belőle. Csak még napnyugta előtt gyertek el érte, és ne feledkezzetek meg a fizetségről. Induljunk! Gyorsan! Megpróbáljuk ki! Álmos vagyok. Mondj csak, neked miben segíthetek, szüzikém? Semmiben. Ugyanúgy, ahogy a többieknek sem segítesz semmiben. Mit beszélsz? A csodaszerem segítségével nem sokára mindannyian semmivé fogtok válni. Remélem, ízleni fog sarlatán doktornak. Várjatok! Várjatok még mielőtt végzetes hibát követnétek el! Ó, nekem nagyon nem tetszik ez az egész dolog. Talán innod kellene egy kicsit sarlatán doktor csodaszeréből. Jaj! Sarlatán doktor most aranybányára leltél, kék aranyra. Sarlatán doktor! Erre, barátaim! Elhoztuk minden fizetségünket. Remek! Csak tegyétek le ide! Mindjárt hozom a csodaszert, csak még egy hozzávaló hiányzik belőle. Hát ez nem igaz. Tessék, gyertek érte egyenként. Én izmosabb leszek. Soha törpé nem leszek, ugye fogyott? Világhírű festő leszek. Egyenként gyertek! Egyenként! Csoda törpént! Csoda! Igen, csoda törpént! Nézzétek! Ez hihetetlen! Mitől vagytok úgy oda? Hát csak nézz körül! Nézd a dinnyeimet! Hatalmasak és egészségesek! Pont ekkorák voltak, kerti törp. Ugyan már, törpilla? Még a vak is láthatja, mit művelt sarlatán doktor csodaszere a dinnyéimmel. Az álmom valóra vált. De kerti törp! És van törpikus! Olyan finom az illata. Még sosem sikerült ilyen törpösre a süteményem. Hála sarlatán doktornak. Kóstolj meg, törpilla, micsoda különbség. Nagyon finom, Hami, de nem érzek különbséget az előzőekhez képest. Azt nem hiszem el! Kitér belőle! Én is! Képzel, törpilla, sarlatán doktor csodaszerének köszönhetően puszta kézzel törtem ketté ezt a farönköt. Figyelj, törpilla! Ki korán kell, aranyat lel. Kibújik a szög a zsákból, és ajándéklónak ne nézd a fogát,
Hát nem fantasztikus? Ugyan, amióta az eszemet tudom, mindig ezt hajtogatod. Dehogy is! Sarlatán doktor csodaszere nélkül már gondolkodni sem tudnék. Kérek még egy üveget. Én is! Tessék! Nem is tudom, hogyan hálálhatjuk ezt meg neked. Ne aggódj, okoska! Majd csak megtaláljuk a módját. A Manóba de éhes lettem. Megvan. Ami reggel áfonyás süteményt sütött, kérek tőle egyet. De haragudj, egy sarlatán doktori, kérél kerti törtől valami ennivalót. Ennyi maradt. Egy dinnye. Ó, igen, Törpilla. Az egész idei termést be kellett szolgáltatnom a csodaszerért. Nem sokára lesz új termés. Tudod mit, addig mennyi szedjél magadnak egy kis áfonyát az erdőben? Terpes ötlet. Szia, Ügyi! Kölcsön adnád a kosaradat? Sajnálom, de mindenemet elcseréltem néhány üveg csodaszerre. De... Ne haragudj, vár a munka! Csodaképet készítek sarlatán doktornak. Na, most már elég. Megmondom a magamét annak a vén csalónak. Micsoda élet! Nem csoda, hogy anyám mindig orvosnak száll. Szegyeld magad, te gazfickó! Mert teljesen kifosztottad ezeket a szegény törpöket. Ugyan, szöszikém, én... Nem vagyok a szöszikét, te... Á, Habci, köszönöm! Mindjárt hozok neked a csodaszerből. Habci, az a csodaszer nem ér semmit. Sarlatán doktor szélhámos. Ez nem igaz. Régebben annyit betegeskedtem, de most... Ide néz! Nem igaz, hogy most egészségesebb vagy, csak hiszed, hogy az vagy. Ugyan, Törpilla? Olyan erős vagyok, hogy el tudnék futni akár Szia-Miau elől is. Dehogy tudnál. De, igen. Nem hiszem el. Nem? Hát akkor be fogom bizonyítani neked. Tessék, Habci! Habci! Most mi lesz? Habci! Ugyan, sose tudnál elfutni Szia-Miau elől. Majd én bebizonyítom neked, hogy sarlatán doktor nem csaló. Habci, gyere vissza! Gyere már vissza! Nem is tudom, hogyan köszönjem meg neked, hogy meggyógyítottál. Szóra sem érdemes, Izidor, de előbb is szólhattál volna. Hívtalak téged, de egy doktor sarlatán nevű kobolttól ezt a csodaszert kaptam, és sokáig azt hittem, segít rajtam. Fantörpikus, milyen sokat jelent az, ha hiszünk valamiben? Ez így igaz. Egyszerű szélhámos az a kobold. Mondd meg a törpjeidnek, hogy vigyázzanak vele. Megmondom nekik. Minden jót. Isten veled, törpapa. Elfogyott a csodaszerem. Az enyém is. Se baj. Van még belőle bőven. Jó, de értsd meg már, nincs mit adnunk érte cserébe. Aha. Na jó, gondolkodom a dolgon is, meglátom, mit tehetünk. Rögtön jövök. Talán kifizethetjük később. Sarlatán doktor biztosan nem fog minket cserbe hagyni. Na, úgy érzem, a semmittevés és a dőzsölés időszaka véget ért. Elérkezett a munka ideje. Hozzáfogok a törp kivonatú tonik elkészítéséhez, és hamarosan gazdag leszek. Ehem. Miután már olyan régóta vásároltok tőlem, megengedem nektek, hogy ingyen töltsétek meg az üvegeteket. Igen! Fáradjatok ide egyenként. Talán törperős volt az első a sorban. Gyere, és merítsd bele az üvegedet. Ez teljesen üres. Most már, nem az. Lássuk csak! Okoska következik. Megörnyít ez a reuma, jaj. És mindig ugyanott fáj. A bal lábam, a jobb térdem, a bal vállam, a hátam közep, és a bal nagy lábam ujja. Ki az ördög lehet ez? Habci, ne csináld! Áó, Szia-Miau! Na, kapj el hatót! Egy kis párának elment az esze! Jaj, ne!
Na most megvágy! Hamarosan megbánod, hogy megszülettél. Jaj, szegény kis habci. Végre újra itthon. Mi az, kerti törp már betakarította a termést? Hami, sehol senki. És nincs ételszag. Ez nem jellemző Hamira. Ahó, van itt valaki? Törpapa, törpapa! Jaj, de jó, hogy itt vagy. Mi a baj? Hókuszpók elfogta Habcit, mindez azért történt, mert szegény Habci hit sarlatán doktor csodaszerében. Sarlatán doktor? Az egy semmire kellő szélhámos. Tudom, törpapa, én figyelmeztettem őket, de állandóan visszajárnak hozzá a csodaszerért. Keressük meg őket és szabadítsuk ki Habcit. Sajnálom, hogy megvárattalak, nótata. Nem számít, sarlatán doktor, a lényeg, hogy kapok a csodaszerből. Szeretném neked megköszönni, hogy... Inkább hadd köszönjem meg én, hogy olyan buták voltatok. Kipróbálom ezt az öreg facsarógépet, még mielőtt kifacsarom őket. Először egy kis dingét. Remek! Úgy működik, mintha új lenne. Nehéz helyzetben vagyunk. Vagy a 97 törppel foglalkozunk, vagy Hamival. Most hogyan csináljuk? Figyelek, törpapa. Ha eltereled Siamiau figyelmét, azzal én időt nyerek. Hol van az a recept? Törpleves, törppölkölt, törpfelfújt. Megvan. Törpragú. Kiváló vacsorám lesz. A reumám. Hoho, hókuszpók, kapjál, ha tudsz. Termilla, menekülj innen. Ne kapjak. Törpilla. Megvan. Jaj, a vállam! Hoho! Gyak is! Jaj! Habci, futás! Örülök, hogy itt vagytok, kis törpördögök! Felséges vacsoránk lesz, cicuskám! Hami! Hadd nézzem csak a kis kékirát! Törpegek! Neked elment az esed! Tisztában vagy velem, mit kaphatsz el a törpöktől? Törpfluenzát! Törpfluenzát? Ne! Sajnos az első tüneteit már látom is rajtad. Az nem lehet. Én nagyon jól vagyok, azt hiszem. Sápat vagy, és ahogy látom, ráz a hideg. Igazán? Igen, úgyhogy ülj le szépen, megvizsgállak. Mondd, hogy Mondd, fáj ez itt? Hol? Itt. Tényleg? Súlyos állapotban vagy? Bár sose találkoztam volna a törpökkel. Végem van. Még van remény. Én meg tudlak gyógyítani téged. De cserébe 1000 aranytalért kérek. 1000? Egyet is nehezen tudnék összeszedni. Ó, nagyon sajnálom. Akkor béke poraidra. Valami más módon nem fizethetnék. Talán egy dolgot tehetnél értem. Ó, azt hiszem, most már elég forró lesz a sütő. Igen. Ki az? Sarlatán doktor vagyok. Szeretnélek figyelmeztetni, hogy olyan járvány sújt a környéken, amely elsősorban a varázslókat támadja meg. Ide még nem ért el? Kutyabajom. Makkegészséges vagyok, csak egy kicsi a reumám. Az az első tünet. Megvizsgállak. Igen, rossz bőrben vagy. Rosszabb állapotban, mint gondoltam. Az nem lehet. Nem kell elkeseredni, mert létezik rá gyógyszer, sarlatán doktor csodaszere. Na persze, nem adom ingyen. Ó, igen, hiszen ez természetes. Jó lesz egy kis kígyó méreg, vagy talán egy kis patkánybőr, vagy talán egy alig használt, de nagyon kedves macska. Nem, köszönöm. Talán törpöt szeretnél cserébe, szívesen adok neked egyet a csodaszeredért. Egy törpöt? Ugyan mit kezdjek egy törpel? Megeheted, vagy pedig használhatod könyvjelzőnek, vagy csaléteknek, vagy házi állatnak. Hát annyi mindenre jó egy törp, sőt, kettőt is kaphatsz. Na, így már áll az alkú? Igen, tessék, ezzel gargalizálj naponta kétszer. Tessék, teljesítettem a kéréseteket. Mit kapok cserébe? Tessék, ezt tedd a fejedre, és egyből elmúlik a törpfluenzád.
Már is jobban vagyok, de most már mennem kell. Viszontlátásra, te kis szélhámos. Egy pillanat, felhívnám a figyelmeteket hajnövesztőszeremre, valamint ránctalanító krémemre, mindkettő hatástalan persze. Ó, mit is beszélek? Az igazat, az én csodaszeremnek köszönhetően soha törpé nem fogsz hazudni. De jó ég, akkor nekem végem. Ha csak nem lesz belőled igazi orvos. Miért vagytok ilyen rossz kedvűek? Papa, én sokkal erősebb voltam, amikor hittem a csodaszerben. Nem voltál erősebb, csak elhitetted magaddal, hogy erősebb vagy. A hit sokkal többet segít, mint maga a gyógyszer. Akkor én ugyanolyan beteg vagyok, mint voltam. Úgy érzem, megint kitört rajtam a nátha. Jaj, ez nagyon jól esett. Hatásosnak tűnik ez a szer, már nem fáj a bal lábam, sem a jobb térdem, sem a bal vállam, sem a hátam közepe. Jaj, ó, hát most meg a jobb lábam fáj és a bal térdem. Ó, micsoda szélhámos ez a sarlatán doktor. Ó, a jobb vállam, jaj, ezt még megkeserülött el, nyavajás Schwindler. Jaj, hátam, jaj, a jobb lábam, mit állsz itt, szia, miau, hívd már orvost, nem hallod? Látod, a halak a vízben jutnak oxigénhez, a törpök viszont a levegőből. Nézd csak ezt a rajzot. Mi ez már megint? Jókora hal lehet? Okoska szerint ezek vándorkövek. Okoska vándorköve megette a rajzodat. Talán káprázott a szemet. Újabb kincses ládára bukkan, gyertek! Úgy unom már ezt a sok vicik vacakot. Nem tudom, mit tesznek rajta az emberek. Csacska emberi lények. Na, gyerünk, vízi király! Úgy látszik, öregszel. Nem igaz, hogy ennyire nehéz? Jaj, Marina, Marina! Anna! Siess, Marina! Apa, mi a baj? Csak egy kicsit fáj a gyomrom. Túl sok hínár tettem ebédre. Pihenned kell, apa. Ajax és Herkules hazavisznek. Én elmegyek Lilium gyökérért. Micsoda? Azt ne tedd, Marina. Ne menj az Avaloni tó közelébe. Nagyon veszélyes hely. Már régen kellett volna mennem oda. Te is jóval a folyón túl van, és a tavat egy gonosz szörnyeteg őrzi. Vigyázni fogok, apa, te csak pihenj. Pár napon belül jövök az orvossággal. Marina, kérlek, ne menj el! Ne feledjétek, ügyi élete a kezetekben van. Ha nem nyomjátok a pumpát, nem kap levegőt a víz alatt. Hogy a manóban működik ez? Le kell nyomni. Ne, ne, még ne! Ne! Azt mondtam, le kell nyomni, de nem most rögtön, ügyi fogyé. Ügyi, nincsen semmi baj. Minden oké. Azt hiszem, elérkezett a próba merülés ideje. Ügyi, ha felszínre akarsz jönni, húzd meg a csövet egyszer, és kétszer, ha több levegőt szeretnél. Ha egy, akkor fel! Ne erőltesd meg az agyadat, csak csináld azt, amit én. Készen vagyunk. Én meg majd számolok nektek, jó? Mehet, Ügyi! Törpapa! Ezt ne csináld! Szerintem ezek vándorkövek. Ügyikém, nagyon vigyázz magadra odalenn. És két, és hár, és négy, és egy,
és két és hár és négy, és egy és két és hár és négy, és egy és két és... A jelek szerint eddig minden rendben van. Okoska, ügyi, fogyi. Egy és két. Igen, törpapa. Ügyi, fel akar jönni. Várjatok, megint jelzett. Akkor levegő kell neki. Törpilla, kapaszkodj törpapába. Jó, de gyorsan a pompához. Fogytál a levegője. Gyorsabban. De ne ennyire gyorsan. Sellőt fogott ez fámtörpikus. Meg kell mentenünk őket a harcsáktól. Ugye milyen szép törpapa? Szerinted magához fog térni? Ettől talán igen. Lilió, gyökér, avalon. Lilió. Lilium, gyökér? Biztosan Avalon városáról lesz szó. Ó, hát persze, az avaloni bűvös tó. Látogatóba jöttem. Ügyi, virágot is hoztál neki. Azt szoktak vinni a betegnek, nem? Hű, de törpösen néz ki, már ahhoz képest, hogy hal. Törpapa, ő tényleg hal? Nem egészen. A sellőkről annyit tudunk, hogy sokáig nem bírják a szárazon. Á, itt van, az Avaloni tó. Ritka gyógyfüvek lelőhelye, a tavat gonosz őr vigyázza. Jaj, a fejem! Magához tért. Hol vagyok? Apraja falvában, barátoknál. Micsoda, ti nem vagytok a barátaim. Nyugalom, törpjeim, várjatok. Mi húztunk ki téged a folyóból? A folyó! Vissza kell jutnom a folyóhoz! Ó, törpapa! Nyugalom, törpjeim, várjatok! Ne félj, kicsi sellő, mi segíteni akarunk. Én törpapa vagyok. Én Törpilla. Én pedig Ügyi. Az én nevem Marina. A messzi Atlantikában lakom, az óceán mélyén. Marina, ó, mi csodálatos ez a név. Ez mi? Ügyi készítette neked, ügyes kis darab. Levegőt pumpál a vízbe, mert hogy minden halnak, illetve sellőnek szüksége van. Ó, milyen figyelmes vagy! Miért úsztál el ilyen messzire hazúról? Az apám a vízikirály nagyon beteg, és meghal, ha nem viszek neki Lilium gyökeret az Avaloni tóból. Lehet, hogy már késő. Kérlek, ne sírj! Törpapa, nem tehetünk valamit? No, tata, szólítsd a törpöket a nagy tölgyhöz most azonnal! Törpilla, menjetek el az Avaloni tóhoz, és hozzatok ide sok lilium gyökeret. Utálom a lilium gyökereket. És ne feledjétek, a tavat gonosz őr vigyázza, ezért legyetek óvatosak. Lusti, hallottad? Tőlem már is indulhatunk. A tengeri mentőcsapat kapitánya Ábrándos törp. Ügyi a búvár törp. A navigátor pedig Okoska. Na, ehhez mit szólsz? Szerintem egészen fantörpikus. Hát ez csodás. Egy zendülő legénység és egy szerelmes búvár. Ez aztán szép kis mentőcsapat. Ó, Marina, ne aggódj. Úgyis meggyógyul a papád. Ügyi, le fogod késni a hajó. Olyan szeretetreméltó ez az Ügyi. Igen, az valóban az. Tekerjétek! Rajta! Egy, kettő! Hogy mindig mi dolgozunk, te pedig csak utasítgatsz minket. Mit akarsz ezzel mondani? Azt, hogy unom, hogy utasítgatsz. Én is. De valakinek ezt is meg kell tennie. Úgy, hogy ti csak dolgozzatok, én majd számolok. Rajta! Egy, kettő!
gyorsabban. Egy, kettő. Okoska, hadd álljunk le. Most nem lehet. Egy, kettő. Okoska, süllyed a hajó. Ne légy már nevetséges. Ez a hajós hogy nem igyeket el. Nagyon törpösen gyógyul a lánya, és mire visszajutunk a partra, Törpira már ott lesz az orvossággal. Remélem, vigyázz azzal a gonosz őrrel. El kellett volna mennem vele. Akár 10 gonosz őrrel is könnyebb lenne a dolgom, mint egy szörölmes búvárral. Biztosan ez az avalloni tó. Törpapa azt mondta, hogy ezeknek a növényeknek itt varázsos gyógyító erejük van. Gyertek, menjünk a vízbe. Ki nem állhatom a vizet? Amíg ti itt vitatkoztok, addig én szúnyogkálok egy kicsit. Ott vannak a liliomok. Megvan a lilium gyökér. Te azt csak hiszed. Utálom a lilium gyökeret. Ez az őr lesz. Meneküljük. Mit gondolsz, hova megyünk? Nem mentek sehová. De igen, én is elmegyünk. Próbálkozhattok. Jól van, te gonosz őr. Mondd hát, mit akarsz tőlünk? Aranyat vagy az életeteket. Nem hallottátok, amit mondtam? Mi a válasz? Hát csak van nálatok egy zacskó arany. Anélkül nem mászkálnátok. Tudod, ahonnan mi jövünk, ott egyáltalán nincs szükség aranyra. Ahová viszont jöttetek, szükség van rá. Ez futóhomok. Futóhomok? Utálom a futóhomokot. Maréna, már azt hittem, talán soha többé nem látlak, kislányom. De ennek a bátor kis kéklénynek köszönhetően újra magamhoz ölelhetlek, drága gyermekem. Ügyi! Üdvözöllek apraja falvában, vízi király. Nem is tudom, hogyan háláljam meg a segítségét, uram? Törperős, ügyi fogyi. Vigyétek Vizi királyt a házamba, biztosan kifárasztotta a hosszú utazás. Törpapának igaza van. Pihenj, nem sokára meghozzák a lilium gyökeret. Ügyi, nem akarok pánikot kelteni, de törpilláéknak már régen vissza kellett volna érkezniük. A Vizi királynak tényleg szüksége van a lilium gyökére, de lehet, hogy a tó gonosz őre... Ssss, a Vizi király nem jól érzi magát, nem szabad felizgatnunk. Egy páron elmegyünk értük. Köszönöm, ügyi. Te szörnyeteg! Hogy büntethetsz meg minket így? Csak azért, mert el akartunk vinni egy kis lilium gyökeret. Csak egy kicsit. Ez a gyökér életet menthet, ha megvásárolod. De ki is oldhatja, ha ellopod. Jól vigyázz, mit beszélsz, mert az életedbe kerülhet, ha magadra haragítasz. Láttátok azt a csizmát? Figyeljetek, támad egy ötletet! Mi az utolsó kívánságotok? Hogy ne ugrálj a homokkal, jó? Itt a varázstó. Erre, ügyi, lilium gyökeret látok. Az nem lehet. Már hogy ne lehetne? Törperős, hol vagy? Itt vagyok, fenn a fán. Szóval fenn van a fán. Ügyi, itt vagyok fenn. Te vagy az? Ne! A varázscsizmámat ne! Becsaptatok! Becsaptatok! Siess, ügyi! Mindjárt elmerülnek! Jól vagytok? Ügyi, húzd ki őket a homokból! Gyorsan! No, ez nem igazság! Az orvosság. Utálom az orvosságot!
Szégyeld magad! Olyan sok dolog van a világon, ami sokkal fontosabb, mint az arany. Igen, mondj egyet! Az egészség, a boldogság, a szeretet. És hami süteményei? Miféle süteményről van szó? Áfonyás süti. Áfonyás, az a kedvencem. Beszéljünk csak a liliomgyökérről. Akármi metod adnám egy áfonyás sütiért. Nekünk a liliomgyökér kell. Megígéred, hogy ezentúl nem bánsz velünk, csúnyán? Igen, megígérem. Rendben, ezek szerint megegyeztünk. Jó, most már elereztheted. Ó, Törpjeim, örvendetes eseményt ünnepelünk ma este. Halljuk, halljuk! Újdonsült tenger alatti barátaink jó egészségnek örvendenek. Két bátor önként törp csapatunk is épségben hazatért. Minden egyes törpikémre rendkívül büszke vagyok. De az egyik közülük különös figyelmet érdemel. Ez a törp páratlan bátorságról tett tanúbizonyságot. Hősként fog bekerülni a törpök könyvébe, mert mások megmentéséért kockáztatta az életét. Aha. Nem lesz nehéz kitalálni, kiről van szó. Éljen ügyi törp! Éljen, ura! Marina, ez életem legtörpösebb éjszakája. Mindig emlékezni fogok erre az estére, és rád is, Ügyi. Ha egy sellő virágot dob a vízre, az azt jelenti, hogy egy napon vissza fog térni. Ezzel azt akarod mondani, hogy nem sokára hazamegy? Most, hogy apa meggyógyult. Ó, Ügyi, bárcsak velem jöhetnél a tenger alá. Lehet, hogy veled tudok menni. Tényleg? Holnapra kiderül. Ó, milyen édes búspercek ezek a fiataloknak. Ez nem igazság. Tudom, kicsim, de olyan boldog pillanatokat élhettek, amelyek sokaknak egyáltalán nem adatnak meg. Oh, ez olyan szomorú. Úgy is tudtam, hogy kitalálsz valamit. Mi is ez a dolog, Ügyi? Képzeld, ezzel a víz alá tudok merülni. Mindjárt. Meglátod? Hát ez csodálatos. Üdvözöllek a tenger alatti világban. Hogy tetszik? Nagyon törpös, de kezdek elfáradni. Olyan jól nézel ki, Ügyi. Marina, várj meg! Örökké várni foglak. Marina! Segíts! Bekapott egy kagyló! Ó, szegény Ügyikém! Nem tudom kinyitni! Menj egy törperősért, majd ő segít! Rohanok! Addig pumpáld magadnak a levegőt! Oda néz, okoska! Úgy úszik, mint egy hal! Ennek az a magyarázata, hogy félig meddig hal. Egyébként pedig, bármennyire is tetszik Ügyinek, szerintem nem valami törpös. De szerelmesek. És ez a lényeg, nem igaz? Mit is szokott mondani törpapa? Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem, meg hogy a szerelem vak. A szerelem vak, az meg mit jelent? Hát azt, hogy... Te tudod-e? Segítség! Törperős! Ügyi bajban van! Törperős? Miért törperős? Törperős! Törperős! Gyere gyorsan! Ne féljetek, amíg engem láttok. Jaj, elfelejtettem, hogy nem tudok úszni. Törperes! Marina, Ügyi, hol van? Gyere velem! Ez reménytelen! Megfáztam. Meg is fulladhattál volna. Ügyikém, meg kellene különböztetned a bátorságot a vakmerőségtől. Marina is átszokhatna a száraz földre. Úgy is meg fogom szokni a vizet. De kerüld a törpevő kagylókat, Ügyi! Holnaptól óvatosabb leszek. Holnaptól?
apa, szeretem őt. Tudom. De ha valóban szereted, engedd el. Nézzünk szembe a tényekkel. Ő a szárazföldön tud csak élni. Tudom. Ó, apa, fogalmam sincs, hogy mit tegyek. Tudod, mit kell tenned, kicsim. Holnap én hazaúszom, és az az érzésem, hogy nem leszek egyedül. Este megmondom neki. Elnézést. Gyönyörű innen a kilátás. Igen. Ilyen tiszta időben látni lehet a tengert. Ügyi, ha már a tengerről van szó. Talán a békaúszonnyal próbálkoznék. Ügyi, figyelj, a békaúszony nem megoldás. Kitörpölök valami jobbat. Talán egy üvegburában mindketten az... Ó, Ügyi, amikor rád nézek ezen a holdfényes éjszakán. Ügyi! Segítség! Segíts! Megyek, Marina! Segítsen már valaki! Törpelős! Törpapa, gyertek! A törpegek, mi történt? Marinának baja történt. Ég áldjon, kedvesem. Ügyi! A víz az ő igazi otthona. Ó, Ügyi! Úgy sajnálom. Ne sírj, Törpilla. Majd hazahúszik Atlantikába. Ügyikém, ne feledd, hogy azt az érzést, amit tőle kaptál, nem veheti el tőled senki. A tavasz. Tudod, a tavasz az az évszak, kerti törp, amikor minden élőlény szívébe beköltözik a szerelem érzése. Meg a házasság gondolata. Igen, ez így igaz. A kisfia nagyon taposott minket. Még csak nem is köszönt. Hová rohansz ennyire, bundás barátom? Összeházasodtok, akkor nagyon sok tennivaló vár rátok, nem tartunk fel benneteket. Legyetek nagyon boldogok! Szerelem és házasság. De engem ezt nem érint, ugyan? Ki jönne hozzám feleségül? Kerti törp, ugyanilyen törpös nap ez a mai. Itt egy virág, a sapkádra tűzheted. Nagyon szépen köszönöm, Törpilla, köszönöm, nagyon köszönöm. Nem értem, miért kapagyolik össze a nyelvem, amikor Törpillához beszélek. Lehet, hogy szerelmes vagyok belé. Igen, szerelmes vagyok belé. Gyönyörű menyasszony lesz. De vajon megelégszik-e egy magamfajta törpel? Bárcsak meg tudnám valahogy hódítani. Mi lenne, ha verset írnék neki? Milyen törpös ötlet? Csak az a bökkenő, hogy nem tudok verset írni. De van valaki a faluban, aki? Törp, kérlek segíts nekem! Miben segíthetek, kerti törp? Én szeretném kifejezni Törpilla iránt érzett szerelmemet. Arra gondoltam, hogy... Hogy írjak neki szerelmi vallomást a nevedben. Nagyon szívesen. De ez maradjon a titkunk. Lakatot teszek a számra. De ki fogja továbbítani a levelemet Törpillának? Dulifuli. Dulifuli, kérlek továbbítsd ezt a levelet Törpillának, de esküdj meg arra, hogy erről senkinek nem beszélsz. Utálok esküdözni. Hallgass, mint a sír. Ez meg ki lehet? Dulifuli, szia! Tessék! Ezt egy titkos hódolóm küldi. Imádom a titkos hódolókat. Utálom a titkos hódolókat. Milyen csodálatos a stílusa. Már a verséből is látszik, hogy nagyon jó képű lehet. Kifinomult, romantikus és okos, kedves és törpös. Azonnal válaszolok neki.
Még ma vidd el neki a válaszlevelemet, de ígérd meg, titokban tartod az egészet. Ki nem állhatom a titkokat? Kedves titkos hódolóm, megremegett a szívem, csupa liba bőr vagyok, ó, bárcsak tudnám a nevedet. Ó, titkos hódolóm, bárki is vagy, várlak ma este a nagy tölgy alatt. Ó, az én vagyok, velem akar találkozni? Ó, nem is velem akar találkozni, hanem a titkos hódolójával. Talán segíthetne nekem valaki, hogy én is hódító legyek. De kicsoda. Hol találok én olyan törpöt, aki okos, kedves és kifinomult? Na és persze jóképű. Nem kell tovább keresgélned. Ó, tényleg, tőled mindent megtanulhatok a hódításhoz. De esküdj meg, hogy titokban tartod. Soha egyetlen törpnek ne mondd el. Hallgatni fogok akár a sír. Ügyi, biztos vagy benne, hogy ez az állarc még egy magamfajta vidéki tökfilkót is elbűvölővé varázsol? Egészen ellenállhatatlanná fog tenni. Próbáld fel! Egész más így a megjelenésem, nem fog megismerni. Kösz, Ügyi, de ne feledd, ez a mi titkunk marad. Na, most már tudom, hogyan változtathatnám aranyjá a törpöket, és már csak egyetlen hozzávalóm hiányzik az egészhez. A törpök! Forralj fel vizet, és tégy bele 6 törpöt. Szia-miau, 6 törpre, csak 6 törpre van szükségem. Meleg, éhes. Ha meleg, éhes, melegnak ennie kell. Kedves tőled, hogy benéztél hozzám, Melák, de a laboratóriumi berendezésem helyett nem ennél inkább egy kis sárszószos kőpörköltet törp galuska körítéssel? Melák imádja a sárszószos kőpörköltet törp galuska körítéssel. Ha hozol nekem 6 törpöt, ünnepi vacsorát kapsz. Hatalmas adag sárszószos kőpörköltet, törp galuska körítésre. Ami. Sárszószos kőpörköltet, törp galuska körítéssel, ami. Melák valóra fogja váltani álmaimat, megszerzi nekünk azt a 6 törpöt. Minden pillanatban itt lehet törpojáca. Gyorsan, vedd fel az állharcodat! Ó, ki vagy te? Mit számít a név? A lényeg, kedves, az, hogy szívem fűti hév. Ne olyan monotonon, kedvesebben. Miért viselsz állharcot, titkos hódolóm? Azt akarom, hogy belső értékeimért szeress. Ha meglátnál... Elragadtatással szemlélnéd orszámat. Egész beleremegne a lábad. Azért ne vidd túlzásba, törpojáca. A lúd hát legyen kövér. Mikor megláttalak, titokzatos idegen, tudtam, hogy ezentúl érted dobog majd szívem. Össze vagyok zavarodva, Tulipfoli. Szeretem, de na mindegy. Kérlek, továbbítsd ezt a titkos hódolómnak, de ígérd meg, hogy titokban tartod. Ki nem állhatom a titkokat? Tudtam, hogy ezentúl érted dobog majd szívem. Törpilla egy titokzatos idegenbe szerelmes, nem belém. Ha rájön, hogy titkos hódolója egyszerű falusi fajongó, az egész falu rajtam fog nevetni. Megmondjam neki az igazat. Mit csinálsz itt, kerti törp? Ó, hát én csak itt... Étel, Melák enni akar. Az előbb Melák azt hitte, 2 törpöt látott. Meláknak 1 törpje van, de még 1. 2, 7, 3, 10, 5-re van szüksége. Aztán megkapja a sárszószos kőpörköltet törp galuska körítéssel. Nyom. Van 3-asod? Nincs, passz! Nem láttátok törpillát és kerti törpet? Micsoda idő! Nagyon aggódom értük, nem tudom, mit csinálhatnak az erdőben, ilyen időben. Gyertek, törpjeim! Keressük meg őket, még mielőtt valami bajuk esik. Nem értem, hogy mehettek el az erdőbe, amikor tudták jól, hogy jön a vihar. Ah,
Segítség, törpilla, segítség! Ó, törp hangokat hallok. Segítség, törpilla, segítség! Jól hallotta, Melák. Igaz, hogy sáros, de mégiscsak törp. Meláknak már két törpje van. Hány törp is hiányzik még a hathoz? Egy, kettő, hét. De jobb, ha Melák nem számolgatja a törpöket, hanem megpróbálja összefogdosni őket a sárszószos köpörköldhöz. Hami, hami. Minden hozzávalónk megvan, cicus, megvan a gránit, egy kis mocsárli, már csak a hat törp hiányzik. Sose gondoltam volna, hogy így végezzük, hogy megfőznek minket. A kerti törp már évek óta élünk együtt a faluban, és mégis alig ismerik egymást. Én is nagyon sajnálom, hogy nem volt alkalmam arra, hogy jobban megismerjelek. Ó, de most már nincs időnk. Ó, kerti törp, hadd mondjam el neked a titkomat. Szerelmes vagyok a törpkerekség legszebb, legokosabb, legkedvesebb törpjébe. Gyönyörű verseket írt nekem, szívhez szóló sorokat. De most már nem láthatom soha törpé. És ki az a törp? Nem tudom, nem vette fel kilétét, annak ellenére, hogy megkérte a kezem. Azt akartam neki mondani, hogy túl fiatal vagyok még a házasságra. De most már mindegy, nem sokára úgyis rotyogni fogunk. Törpilla, a te titkos hódolód biztosan soha, soha nem fog elfelejteni téged. Ó, most már sokkal jobban érzem magam. Te igazi barát vagy. Neked is van titkod? Igen, nekem is van. Tudod, én... Melák éhes. Melák eszik. Ne, Melák, nehogy megedd! Miért ne? Melák éhes. Ezek mérges gombák. Egyetlen harapás és véged van. Mérges gomba? Uaj! Sáros kis törp figyelmeztette Melákot, hogy ne egyen gombát. Ezért Melák szabadon engedi a törpöket. Megszerezted már a hat törpöt a sárszószos kőleveshez? Ó, nyam-nyám! A leves már elkészült, csak a törpök hiányoznak a lakomához. Hókuszpók becsapott téged. A törpöktől nem lesz ízletes az étel, sőt, fúj! Igazán finom csak két piros cipőtől lenne. Melák éhes. És megvan a két piros cipő, hamarosan elkészül a sárszószos kőleves, nyem, 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 nyem. A piros cipőtől lesz igazán finom a kőleves. A kőlevessel Melák megtölti a pocakját. Most felolvasom nektek a versemet. Ezt a verset teljesen egyedül írtam. A szerelem. Hoztam neked ebédet. Ez igazán kedves tőled, törpilla. De mi van azon a papíron? A verset írtam rá, de ki fogsz nevetni, érte? Jaj, dehogy foglak, megígérem. A szerelem olyan, mint egy hagyma. Néha megríkat. A barátság, mint gomba, úgy nő a nap alatt. Úr, hogy tetszik az új ajtóm színe? Ó, ez lesz a legtörpösebb ajtó egész Aprólya falván. El is készült a törpogyó teám. Egy perc és itt vagyok, törpicúr, jó legyél? Ó, törpicúr, ne! Ó, törpegek, mit látnak szemeim? Lenyűgöző, mégis miféle zseni alkotta ezt a mesterművet a faladra? Tudd meg, hogy ez a mestermű itt törpicúr műve! Tényleg? Ó, törpicúr, belőled egy szép napon festőművész lesz! La 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 la, ó, imádom az erdei sétákat! Végre, Siamiau, végre, közel már a győzelem!
Hókuszpók, vajon miben mesterkedik? Jól jegyezd meg ezt a napot, Szia-miau! Ezentúl úgy fogjuk emlegetni, mint a nap, amikor végre befelegzett azoknak a kis kék vakarékoknak. Á! Azt hiszem, meg is találtam a titkos megvárt. Megvagy! Á! Ráadásul ez egy tökéletes példány. Gyerünk, ezúttal nem hagyom magam legyőzni. Szegény Hókuszpók, soha nem tanul. Kíváncsi vagyok, hogy mire készül. Nagyszerű, törpicú! Ennek a csavarnak is megtalálod a helyét? Törpeket, na még mit nem? Gyere szépen, törpicú! Ahhoz, hogy híres festő legyél, most rögtön el kell kezdenünk gyakorolni. Nem látsz a szemedtől, törpingáló! Törpicú sokkal inkább mérnöknek való, mindig is sejtettem. Figyelj, mit tanítottam neki, na mi ez így? Na mit? Na jó, még nem biztos benne, de a vak is látja, hogy ez a gyerek egy műszaki zseni. Zseninek zseni, mint minden igazi művész. Hé, törpök, törpök, mi ez a nagy veszekedés? Hallottátok ezt? Micsoda rímet, nyilvánvalóan költőnek született. Festőnek. Mérnöknek. Költőnek. Ez a hely pont tökéletes lesz. Végtére is jobb, ha ezt a varázslatot nem otthon próbáljuk ki. Tényleg? Csidibí! Csidibú! Egy bogárból! Te bogár! Nézd csak, Szizuskám! Látod, sikerült! Hogy én mekkora zseni vagyok, de ez az, legyetek csak még többen, sok százan, sok ezren, milliónyan! Működik, Cicuskám, működik! Ahogy mindig is mondtam, Szia-miau, ha megsemmisül az erdő, megsemmisülnek a törpök is! Vajon mire készül Hókuszpók? Az az aprócska rovar nem árthat. Várjunk csak! Húny ez a fura zaj! Törpegek! Ezek a sáskák elpusztítják az egész erdőt. Szóval ez volt Hókuszpók terve. Tennünk kell valamit, mielőtt túl késő. Gyorsan, barátaim, meneküljetek! Mielőbb haza kell érnem Apraja falvára. Törpegek! Bekerítettek! Csapdában vagyok! Törpicúr, bárcsak olyan tehetséges lennék, mint te. Igazi csoda gyerek vagy. Vajon honnan jön ez a csodás muzsika? De hiszen törpicúr egy zenei ős tehetség. Te is kezded, Nótata. Mindenki úgy látja, hogy törpicúr egy zseni. Én nem úgy látom, hanem úgy hallom. Persze időbe telik még, amíg olyan jó lesz, mint én. Parancsolj, próbál csak ki. Még nem egészen törpéletes, de majd dolgozunk rajta. Gyerünk, törpicúr! Várnak minket a tervrajzok! Még mit nem, inkább az ecset és a festővászom. Megőrültetek? Törpicúrból trombita művész lesz. Trombita művész? Trombita művész? Ó, szegénykém, ideje uzsonnázni. Nem sokra mész azzal, ha zseni vagy, ha közben üres a pocid? Ó, törpilla! Most rajtam a sor, hogy megetessem őt. Szabad? Ó, nagyon köszönöm, okoska. Hogy szóljak így a törpieknek? Kelep! Köszönöm, Kelep! És most siess, a faluba kell érnünk még a sáskák előtt. Törpicúr, inkább a gyomrod legyen üres, mint a fejed. Úgyhogy én személyesen foglak téged bevezetni a rád váró foglalkozás rejtelmébe. Kis barátom, te egy lángelme leszel. Na hát, egy lángelme. Nézhetem? Sőt, segíthetsz is. Ezt nem érte rétessék. Ez jobb. Fogd ezt meg, ezt. Nem!
ebből a könyvből sokat fog tanulni, és ebből is. De valahol itt kell lennie köztük. Meg is van a legfontosabb kötet, okoska törp bölcsességei. De vajon miért a kupac alján porosodik? Törpic úr! Mit műveltél? Hogy fogja így törpapa megkülönböztetni a bájitalait? Kérdezd meg tőle, okoska! Már itt is van! Ügyi-fogyi! Nem mondhatjuk el neki! Azt akarod, hogy dühös legyen, törpic úr? Nem, okoska! Hát persze, hogy nem, de mi lenne, ha... Na jó! Te vidd el, törpic úrt, én meg gyorsan visszateszem a címkéket! Törpic úrból festő lesz, törpapa! Ne most, törpjeim! Épp szörnyű veszély fenyegeti a puszta létünket! Hókuszpók létrehozott egy egész sáskahadat, ami erre felé tart. Azonnal ki kell törpölnöm, hogy állítsuk meg őket. Akaska, hol van az a kis üveg sárkánynyál? Kérem gyorsan! Itt van, törpapa, azt hiszem. Gyorsan, törpikéim, különben felfalnak mindent. Mindent felfalnak, törpegek, ez a világ vége! Kilövés! Ilyen! Jaj, nem! Az elixíret nem használ, törpapa! Valami nem stimmel! Nem értem. Biztos, hogy a helyes összetevőket használtam, de még van idő egy utolsó próbára. Már csak tudnám, hogy mit rontottam el. Törpapa, törpapa, várj! Mondanom kell valamit! Nem fér a fejembe, nem hagytam ki belőle semmit! Ó, törpapa, kérlek, bocsáss meg! Bocsássak meg, de hát miért? A varázsszer azért nem működött, mert törpic úrból lángelme lesz! Én ezt nem értem! Miközben a könyveidből tanítgattam törpic úrt, ő leszedegette a bájitalok címkéit, amiket én tettem vissza. Rosszul! Jaj, ne! Ezek szerint át kell néznem az összeset! Ezt később megbeszéljük, jó? Siess, törpapa! A sáskák mindjárt elérik a falut! Ez az utolsó esélyünk! Mehet, törpapa! Kilövés! Egyre kevesebben vannak! Működik, törpapa! Elképesztő! A sáska járásnak vége! Látod ezeket a gyönyörű elszáradt fákat, hogy milyen csodás ez a mai nap? Most már bármikor előkerülhetnek a nyambat törpicsekek, ahogy élelem után kutatnak. Most már nincs hová bújniuk, csak egy helyre mehetnek, a karmaim közé. Miért nem hallom én a sáskák hangját? Ezek eltűntek. Ez biztosan törppapa műve. Mikor fogok végre én győzni? Csak egyszer az életben! Te nyamvat kis áruló! Szálljál le rólam! Nem hallottad? Takarodjatok! El a csáprágókkal! Jaj! Jaj, neked! Jaj! Köszönjük, hogy elűzted a sáskákat, törpapa! A falu megmenekült! De mi lesz az erdővel? Minden növény elpusztult! Ebben igazad van, de az erdő újjáéled, csak egy kis eső kell neki. Látjátok, törpikéim? Az erdő újra kizöldül az első esőcseppektől, pont úgy, ahogy mondtam. De van valami, amit én sem tudhatok, mégpedig azt, hogy milyen szerepet szánt a sors törpicúrnak a világban. Festő lesz, vagy mérnök? Ki tudja. Úgyhogy várjuk ki türelemmel. Most pedig ünnepeljük meg ezt a csodás esőt. Táncra fel! Apa, úgy sajnálom, hogy ekkora galibát okoztam. Megbocsátok, okoska, ebből is látszik, hogy mindannyian követünk el hibákat. Ahogy mondott, törpapa. De ugye te is úgy gondolod, hogy törpic úrból egy szép napon lángelme lesz? Hidd el, fogalmam sincs, hogy törpic úrra milyen jövő vár. Most inkább menj és táncolj! Jöhetnének már. Jól van, törpjeim, vágjunk bele a munkába. Törpös döntést kell, hogy hozzunk, és én, mint törpapa első számú tanácsosa. Az a kérdés, hogy mit adunk törpapának apák napjára? Apák napja csak egy
egyszer van egy évben, úgyhogy valami törpös dolog kell, hogy legyen. Egy tükör törpompás lenne. Szerintem sütit adjunk neki. Egy festménynek örülne a legjobban. De törpapának már mindene megvan. Tele van a szekrénye. Mit adjunk neki, ha már mindene megvan? Csillapodjatok! Tudom már, mit adjunk törpapának apák napjára. Tényleg? Már épp ideje, hogy legyen törpapának egy új kalapja. Egy új kalapja? Törpöltől szerintem ez törpös ötlet. Egész biztosan remek mű lesz. Mi ez? Apák napja. El is felejtettem. Törpös ajándékot készítettünk a számodra. Olyan erős, hogy sosem lehet majd elnyűni. Meglátod? És a naptól is törpompásan véd. Természetesen szép, színes. És egy része ehető. Törpapa, ez kétségtelenül a legszebb munkám. Zseb is van rajta. Nagyon praktikus. Nézd a tükröket, az én ötletem volt. El kell ismerned, hogy nagyon vicces. Ó, törpapa, elbűvölően nézel ki. Fantörpikus. Köszönöm, törpjeim. Hát ezzel egészen lefegyvereztetek. Ez csodálatos, ugye, Cicu? Ugyan. Szinte már látom őket, ahogy ott rotyognak a bográcsomban. Csak egy kis gondom van. A csali, Cicus, a csali, valahogy a csapdához kell csalogatnom ezeket a törpicsekekkel. Most már fejezzük be. Törpapa minden pillanatban itt lehet. Ídni? Na, már kész is. Hogy haladtok, törpjeim? Készen vagyunk, törpapa. Remek. Na, lemegyek, törperős, és megnézem, jó? Törpapa, leesett a kalapod. Ó, a manóba, tényleg. Ne aggódj, törpapa. Megmentjük. Vigyázzatok, törpjeim, ott nagyon erős a sodrás. A mindenit, Cicu, sose látok áfonyát, amikor kéne. Pedig pontosan arra lenne szükségem. Ott van. Jaj! Hogy elusszon. Törpök, Cicus, törpöket látok, mégpedig a folyóparton, és egy kalapot hajkuráznak. Új, gyorsan, Cicus, utánuk! Jaj, nekünk! Jó, hogy pont itt voltunk, törpapa. Örökre elveszíthetted volna a kalapod. Nagy kár lett volna érte, bizony nagy kár. Kedves szellő, derítsd fel napom, kérlek végre fújd el kalapom. Ne, te ostoba! Nézd, Gerti törp, ez nem mi a manó itt? Szerintem törpapa kalapja. Szegény törpapa biztosan égen földön keresi. Vigyük el neki gyorsan, biztosan bánkódik miatta. Törpapa! Ó, törpapa, hol a gyönyörű kalapod? Sajnos elvesztettem, törpilla. A szél egyszer csak lefújta a fejemről. Törpapa, csoda törpénk! Kerti törpen épp az erdőben sétáltunk, amikor a kalapod egyszer csak a lábunk előtt hevert. Köszönöm, törpingáló, köszönöm. Hát ez igazán kellemes meglepetés. Fantörpikus. Érdekes, hogy a varjak mi mindent fölhasználnak a fészeképítéshez. Ki tudja, lehet, hogy talán a kalapom is a hasznukra válna. Remélem, utoljára láttam ezt a remek művet. Kedves madár, építs belőle egy tündérpalotát. Szia, törpapa, hová lett a kalapod? Az erdőben szunyókáltam, és mielőtt észbe kaphattam volna, egy varjú elröppent a szép kalappal. Ó, törpapa, de hisz ez törpenetes. Egyetlen dolgot tehetünk, törpapa. Elmegyünk az erdőbe, és megkeressük azt a varjúfészket. Ez igen nagy lelkű ötlet. A csali a gond, Cicus, a csali. Valahogy be kell csalogatnunk a törpöket a csapdába. Add ide nekem azt a kalapot, te tollas!
Nem tudom, találnak-e valamit a törpgeben a borzadályban, de talán csalédeknek jó lesz. Így mi? Erre csak ide jönnek? Látod, már itt is vannak. Imádom azt a ronda kalapot. Nézzétek, törpök, ott van. Na, kicsikém, a kalapnak köszönhetően ma törpöt vacsorázom. Hókuszpók, legalább ezt a szép kalapot hagyd meg törpapának. Ez a legféltettebb kincse. Igazán? Akkor hazavisszük. És amikor törpapa eljön, hogy kiszabadítson titeket, talán elmond majd nekem egy-egy mást e kalap titkairól. Már vissza kellett volna, hogy érjenek a törpök. Nézzünk körül, kelep! Egyetlen törpöt sem látok. Várj, itt szálljunk le! Ide nézz! Ez egy tükör a kalapomról. Ezek a levelek pedig arra utalnak, hogy itt valami csapda lehetett. De hogy kerülhetett ide a kalapom? Törpegek! A csapda és a kalapom csak egyet jelenthet? Hókuszpókot! Kelep, gyerünk gyorsan utánuk! Tessék, itt vannak. Hókuszpók fogjul ejtette a törpöket. Nem értem. Hát úgy, hogy még nincs itt törppapa. Utálom, amikor a vacsora vendég késik. Törppapa nem is tudja, hogy hol vagyunk. Nem érdemes rávárnod, mert a... Ögyi-fogyi úgy érti, hogy törppapa késhet, de ha meg akarsz vacsorázni, hát nem érdemes várnod. Ha nem talált titeket az erdőben, úgyis ide fog jönni. Egyenesen a karmaim közé. Igen, igen. Jó estét, hókuszpók. Ugye nem miattam vártál a vacsorába? Gondoltam, hogy előbb-utóbb úgyis ide jössz. És ebben nem tévedtél, hókuszpók. Ha ideadod a kalapomat, már itt sem vagyok. A kalapodat akarod, és azt nem, hogy a törpjeidet kiszabadítsam. Tégy, ahogy jónak látod, de én elsősorban a kalapomat szeretném, nagyon a szívemhez nőtt. Ezzel azt akarod mondani, hogy a kalap fontosabb számodra, mint a törpök? Hát ha választanom kell, kérem a kalapom. Nem gondoltam volna, hogy törpapa ennyire beleszeretett a kalapjába. Csönd legyen, ti kis nyavajások! Törppapa, mesélj nekem egy kicsit a kalapodról. Mondd, mitől olyan különleges? Én nem mondtam ilyen. De igen. Azt mondtad, hogy ez egy különleges kalap. Igen. Ez valami varázskalap, igaz, törppapa? Nézd, hókuszpók, azt sem mondtam, hogy ez egy varázskalap. Tudtam, hogy ez egy varázskalap. Most pedig, törppapa, elmondod nekem, hogy hogyan működik. Azt már nem, barátocskám. Követelem, hogy mondd el, hogyan működik a kalapod, vagy itt az orrod előtt fogom elfalni a kis törpicsekjeidet. Hókuszpók, követelem, hogy vedd le a kalapomat, de jól vigyázz, ne kezdj el vele forgolódni. Á, szóval ez az, hogy forgok vele, és... Figyelmeztetlek, ne kívánj semmit. És most, oda lesz, kívánok valamit? Úgy látom, túljártál az eszemen, hókuszpók. Aranyat akarok, aranyat, drága köveket, sok pénz, hirdemet, szerencsét, erős fogakat. Elég volt a reuából, elég a törpökből, elég a forgásból. Jaj, Istenem, jaj a fejem, jaj, szédülök. Oda néz, szédülök, jaj. A törpök, sziemjelú, a törpök elszöktek a nyavajától. Jaj, becsapták, és ez a kalap nem ér semmit. Ó, sziamjáló! Jaj, én ebben belemedek. Az a lényeg, törpjeim, hogy biztonságban vagyunk, kivéve persze a gyönyörű kalapomat. Jaj, de jó, törpapa, hazaért a kalapod. Yeah, hurrá! Talán be kellene ragasztanom a kalapgumit. Be is vehetek belőle egy kicsit? Nem, erre nem lesz szükség. Mindig azt szoktam mondani, hogy ott az otthon, ahol a kalap. De ebben az egészen, de egészen különleges helyzetben... Nem értem most, mi rosszat mondtam. Törpapa, már alig várjuk, hogy újra a kalappal láthassuk. Nem, ez a kalap túl drága kincs ahhoz, hogy nap mint nap viseljem. Végül is megvédett minket hókuszpóktól. Azt akarom, hogy mindnyájunk örömére szolgáljon. Ügyi, megtennél nekem valamit?
Ügyi, nagyon szépen öntötted bronzba a kalapot. Köszönöm, törpapa. Törpapa, igazán törpompásan néz ki. Remek mű lett. Akár egy szép torta. Törpikéim, ez a kalap arra fog emlékeztetni bennünket, hogyan menekültünk meg hókuszpók elől. Ez a kalap valóban egészen különleges. Ó, törpapa, te is olyan különlegesen néztél ki benne. Volt benne valami határozott báj. Teljesen igazatok van. Törpös ötletem támadt. Készítünk törpapának egy újabb kalapot. Utállak benneteket, ti átkozott törpicsekek. Utálok, szia, kapdelőket! Meglepetés! Megállj! Arra, te ottomácska! Arra, most megvagytok! Megvagytok! Oh, na te ostoba! Utálom a macskákat! Ugye szép kis meglepetésem volt a számodra. Hová lett az ifjúság? Hová a szépség? Hosszú évek múltával mi maradt, mi még? Hová lett az ifjúság? Nem mosolyog rám ilyen pimaszul. Nem, a szerelem nem győz le mindent. Ó, bűvös kristályom, meglátom-e valaha azt, ami kiszabadít innen? Csak órák vannak hátra, hogy örök életemben ilyen maradok? Ó, ez nem lehet igaz. Évek óta keresem őket, de az idő és a távolság nem akadály. Végre megvannak. Álljatok meg! Most azonnal! 95, 96, 97, 98, 99. Csak 99-en vagyunk. Két törp hiányzik közülünk. Talán hókuszpóknál vannak. Egyet sem fogtál el, te ostoba macska, nem is kapsz vacsorát. 98, 99, újra számoltam. Én is, törpapa, sajnos Tréfi és Dulifuli tényleg nincsenek itt. Lehet, hogy hókuszpók elrabolta őket az erdőben. Törperős okoska törpojáca törpilla hókuszpókhoz indul. Igen, törpapa! A törpiek vigyáznak törpicúrra. Macska haszontalan állat, érted, Siamiau? Haszontalan vagy! Siamiau, most merre bujkálsz? Siamiau! Siamiau! Te ostoba állat! Óvatosan, néma csöndben közelítsük meg hókuszpók házát. Igen, törpapa! Törpilla törperős, nézzétek meg a pincét és óvakodjatok Siamiautól. Ti pedig gyertek velem! Olyan sötét van itt, te látsz valamit? Én ugyan nem. Ijúj, de megijedtem. Itt nincsenek. Akkor menjünk. Gyere! Hol vagy? Láttatok valamit? Csak egy rosnya patkányt. Rajta kívül sehol egy lélek. Ez furcsa. Meneküljünk innen, még mielőtt Siamiau ránk talál. Hol vagy már? Gyere elő, cicuskám! Törpjeim, sajnos Tréfit és Dulifulit sehol sem találjuk. Hűha, törpapa, ha nincsenek hókuspóknál, hol a manóban lehetnek? Sajnos, ügyi-fogyi, fogalmam sincs. Még te sem tudod? Mi törpélhetett vele? Mindent átkutattunk. Hókuspóknál lesznek. Törpapa azt mondta, hogy nincsenek hókuspóknál, és ha törpapa azt mondta, az biztosan úgy is van, mert törpapának... Okoska! Leharagudj, törpapa! Most aludjunk, törpjeim. Majd holnap folytatjuk a keresést. Ó, segény Tréfi és segény Dulifuli! Mi törpélhetett? Hol lehetnek, ó, szegénykék? Legyőztem a törpikéket. Hangom megállította őket. Gyertek ide! Ide hozzám! Nézzünk farkas szemet most már! Itt a vacsora idő. Hol vagy? Cicuskám! Cicuskám!
Cicuskám! Cicus, a kedvencedet főztem! Jó éjt, Törpilla! Jó éjt, Törperős! Jó éjt, Okoska! Jó éjt, Törpapa! Jó éjt nektek, Tréfi, Dulifuli, bárhol is vagytok! Végre, végre! A karmaim közé kerültek azok, akiket már évek óta keresek! Utálom a karmokat! Ha nem fognám fel tréfással az életet, most sírnék! Aztán erre jöttünk! Igen, igen, egészen biztosan erre! Sziam, jó! Cicuskám, gyere már! Bújj elő! Aztán erre jöttünk, Törpapa! Tréfi! Dulifuli! Aztán erre, sziam, jó! Gyere a gazdihoz! Gyere, cicuskám! Én pontosan így botlottam meg egy kőben. Tréfi, Dulifuli! Dulifuli, Tréfi! Sziam, jó! Hókuszpók! Mit csináltatok a macskámmal, ti kis kék vakarékok? És te mit csináltál a két törpünkkel? Miről beszélsz? Tudod te jól, melyik két törpről beszélek? Ha lenne két törpöm, megenném őket. Az lenne az utolsó vacsorád. Lássuk el a baját, Törpapa! Mondjuk meg neki a magunkét! Ha nem mondjátok meg, mit csináltatok a macskámmal, felfallak benneteket! Ha még egyet lépsz, Hókuszpók, nagyon megbánod. Ugyan már ne nevetes engem, te kis kék vakarék! Futás, törpök! Igen, Törpapa! Most már elég legyen, Hókuszpók! Ne gyere közelebb! Még egyszer kérdezek, Törpapa, hol van a macskám? Glorihidra, lassan felszabadulok az átok alól. Annyi év után végre megszereztem mindazt, ami a szabadulásomhoz szükséges. Á, igen, itt van. Ez az. Egy macska három szál bajsza és egy törp könnye. Csak hogy rám mosolygott a szerencse. Három szál bajuszra van szükségem, hát tessék. És ráadásul két törp közül választhatok. Nem sokára szabad leszek, szabad, szabad, hallod? Na, melyiketek fogja az első könnyet hullajtani? Én és a sírás! Ne nevettess már! Én utálok nevetni! Akkor sírni fogsz, érted? Sírni! De nézzük előbb a macskát! Na gyere, hadd nézzelek, cicuska! Ó, ne haragudj, te kedves cicus! De most jöjjön a könny! Meg kell, hogy rikassalak titeket, nincs más választásom! Sajnálom, hogy szomorú hírt kell bejelentenem, de nem tehetek mást. Elképzelhető, hogy Tréfi és Dulifuli soha törpé nem jönnek vissza. Törpapa, ez nem lehet igaz. Mondd, hogy nem igaz. Törpilla, mindenütt kerestük őket. Tréfi és Dulifuli eltűntek. Ó, sziam, jahú, drága egyetlen cicuskám. Hová tűntél, jaj? Arra nem kényszeríthetlek titeket, hogy sírjatok, de remélem szomorú történetem kicsalja belőletek azt a könnyet, amelyre szükségem van. Tehát a nevem Priscilla. Az apám meghalt. Anyám súlyos beteg. Irtózik a szeretet nélküli világtól. Apám volt az első áldozat. Én utálom az áldozatokat! Priscilla, édes kicsiké, hamarosan visszajövök. Légy jó kislány, és sose feledd. Nagyon szeretlek. Soha többé nem láttam az apámat. Nagyon szomorú volt a gyermekkorom. Nem voltak játékaim. Az otthonunkból hiányzott a szeretet. Nagyon magányosnak éreztem magam. Törpapa, ez itt az utolsó. Törpingáló, ez életed legtörpösebb remekműve, olyan, mintha ki akarna lépni a képből. Bárcsak így lenne, úgy hiányzik. Nem gondoltam volna, hogy ennyire hiányzik majd nekem ez a macska. Szia, miau! Szia, miau! Menj innen! Hihetetlen, hogy eltűntek, hihetetlen! Aztán egy napon beleszerettem egy jóképű ifjú hercegbe. Nem tudom, miért gyűlölte az anyám. Sose értettem. Ó, Priscilla, éles szerelmem. Hamarosan visszajövök, drágám. És akkor összeházasodunk. Sose feled. Nagyon szeretlek. Várni foglak. Hiányozni fogsz.
Soha többé nem láttam a hercegemet. Gyorsan, Siamiahu, kapd már el őket! Fogd már el őket! Siamiahu, te vagy az! És aztán, hogy soha többé ne szeressen senki, ronda vén banyává változtatott. Hosszú évekig szenvedtem a parasztok gúnyolódását. Hosszú arú vén boszorka, hosszú arú vén boszorka, hosszú arú vén boszorka. Itt könnynek semmi nyoma. Látom, nem hatott meg a történetem. Utálom a könnyeket. Én sosem sírok. Ezért neveznek tréfinek. Ha törpi lenne itt, biztosan sírna. Fogytán az időm, és könny nélkül örökre ilyen csúf maradhatok. Nem mehetünk most már haza? De ne haragudj, kis cica, visszaadnám neked a bajszot, ha tudnám. Folyik a Csobilla folyó, akár csak az élet folyama, a végtelen tengerben. A szeretet soha el nem múlik. Mindig emlékezni fogunk rátok, drága kis törpikéink. Ki nem állhatom ezt? Mindjárt elsírom magam. Köszönöm. Megbocsátok neked, anyám. Most már haza mehetünk. Kilencvenhét, 98, 99, 100, 101. Igen! Miért is foglalkozom vele, egyáltalán te lusta állat? Lusta, mikor lesz már nekem végre nyugalmam? Mikor?